és kivet az ágy, ha már a csap felett habzik a szád. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron, ha hajnal hasad, ha meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, lehetsz már korelnök, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, ha robban két szó. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show, a leghallgatottabb reggeli műsor. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és egy újabb hetet kezdünk még hozzá február elején. Hello, Feri, hello. Sziasztok! Hello, Jani! Sziasztok! Drága hallgatók, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát ezt mindenki megérdemli, hiszen új hét, új hónap. Bizony. És egy újabb... Számla. Csodálatos számla leadás. Egy újabb fantasztikus nap, amivel... jobbak lehetünk, boldogabbak, és kiegyensúlyozottak. És megörvendeztethetjük a hallgatóinkat. Igen. Egy kis örömöt, egy kis boldogságot, egy kis hangulatot csempészhetünk az amúgy szürke hétköznapok reggeleibe. Szívesen. Az a szó, amit kerestek, az... Ja, köszönjük. Így van. Na gyerekek, hát itt vagyunk. És elkezdődik. Mivel is kezdjük ezt? Mi, hol kezdjük? Hétfőt, mivel hol kezdjük? Kezdjük? Hát elengedtük pénteken a dolgot. Egy dolgot elfelejtettünk, a kötelező filmajánlódat, ami nekem szólna. Az 5 pontos, 10 pontos hát lista. Na, azt megírjuk majd, azt nem felejtjük el, megírjuk. Azt tegyük össze, hogy be tudjak számolni, ez az egyik, ami ugye elmaradt. Ami viszont nem maradt el. Ja, gratulálni szeretnél? Gratulálni szeretnél Novák Gyokovicsnak a 8. Grand Slam torna győzelméhez? Még annak csak-csak. Annak a fiúnak csak-csak. De hogy érted, volt egy meccs a vége előtt, mert erre az izére nem fogadtál arra a fiúra, aki bejött. Vavrinkára fogadtam. Igen. És benne volt, hogy megveri. Benne, de tegnap hallgattam egy ilyen összefoglalót. Jaj, de szép az az a játékpénz, a kutyafáj. A kutyafáj, mintha a fogamat húznák. Nézd csak. Más az illata is ennek a reggelnek, és azt mondta a szakértő ember, hogy az van ezzel a Gyokóval, hogy mindenkinél jobb fejben. Abszolút jól mondta. És ugyanezt mondta, amit te mondtál, hogy a Wawrinka is meg tudta volna verni, meg kivel játszotta a döntőt, már is számomra is. Murai nevezetű fiatalember, hogy ő benne is benne volt, és ez a fiú, ez agyban tud valami. Jó, agyban. És a szakértő a meccs előtt, vagy meccs után mondta meccs ezt, után, mert a meccs után mindenki nagyon okos. Nem, meccs után. De nem, de tényleg, hát most csak értékelte a mérkőzéseket, és azt mondta, hogy benne volt a Wawrinkában is, hogy oda csapkod a Gyokónak meg a Murajban is. Egyetlen egy dolog van, hogy ez a fiú akkor is, amikor már más elengedné a cuccot, akkor ez oda tud állni, és azt mondja, jó, akkor nyomjuk tovább, gyerekek. Ugye, mert azért is mondjuk így fekszik ez a hasonlat, vagy ez a dolog a Gyokovicsal kapcsolatban, mert ugye azt mondták, hogy sérüléssel bajlódott, és a sérülés ellenére is azért felül tudott kerekedni. Hát igen, az kérdés, hogy mennyire volt komoly ez a sérülés, mert mindig ott eljátszott a Murray ellen is, hogy ott kicsit fáj neki, meg nem fáj neki, meg ápolás kér, meg nem kér, aztán szóval én nem szeretem a Gyokot. Rozsének is ott volt ez a mélycsípés. Az igaz. Én Gyokot nem szeretem, tehát 2-0 vezet a Murray, és akkor eljátszom, hogy elesek, meg fáj a lábam, meg jaj, kizökkentem az ellenfelet. Ő mindent bevet, egy igazi klasszikus szerb egyébként. Kicsit ilyen mindent bevet. De vitathatatlan. Én Murray-t se kedvelem, úgyhogy azt nem is nagyon bánom, hogy ott kinyert. Wawrinkát szeretem, Wawrinka nagyon szépen játszik, a Murray játékában szerintem semmi szép nincs. Úgyhogy Wawrinka... Hát ő egy fél bolond, ahogy fogalmaztál a múlt héten. Murray? A Murray. Hát mindig ez a tátott szája, én nem szeretem a Murray-t, tehát én szerintem nincs benne több Grand Slam, nagyon. Hogy ilyen passzív játéka nem lehet Grand Slam-et nyerni. Hát az, hogy majd az ellenfél ront, hát támadójáték az nulla. A Wawrinka olyan szépen játszik azért támadójátékot. Úgyhogy, hát igen, ez 10 játékpénzbe került, de Wawrinkám miatt szívesen fizetem ki. Nagyon helyes. Azt nem bánom. Sok ilyen legyen még ezzel a Wawrinkával. A Murray érdekeset nyilatkozott, mert mondták neki, hogy nem ciki, hogy 5-ére, vagy azt hiszem 4-ére veszíti el, és mondta, igen. Hogy neki tulajdonképpen boldogság az, hogy a második helyen futott. Szegény. Be. Aranyos, nem? Szerintem ő lassan ilyen rekorder lesz, a legtöbb elbukott Grand Slam döntőt. És most a legtöbbet lassan a Gyokovics ellen. Legtöbbet a Gyok ellen, igen, de minden esetre hát viszont nincs benne. Én láttam azt a meccset, a döntőt, nincs benne a Murray-ben még mindig. Tehát így nem lehet így játszani ennyire passzívan.
meginog, elrontja, kettős hibát üt, nem tudja beütni a brékelőnyt. De mondjuk azért a nehéz lett, főleg így tényleg a Djokovic ellen, amikor az első szetnél fölvonulok a pályára, és akkor így átnéz a hálónak a túlsorodat, és meglátja a Djokovicot, és így átfut a fején, hogy basszus, aha, én eddig, most a jövőről beszélek, aha, én négyszer buktam el, eddig egyszer nyertem meg, aha, és ebből háromszor ellene veszítettem. Na, menni fog, srácok! Hajrá! Az se könnyű, igen. Tehát, hogy azért... Szevasztok, itt vagyok. Azért ott kell lelki erő. Na mindegy, viszont vége a tenisznek, gyerekek, úgyhogy mindenki halksóhajjal nyugtázhatja, hogy vége. Vége a tenisznek, úgyhogy nem beszélünk egy ideig teniszről. A Garrosig legalábbis, amíg nem kezdődik a Garros. Kis ATP-kor nem beszélünk. Helyett egy jó floorbolt, vagy futszált, vagy... Valami más sport esemény. Na, ha már sport! Na, ha hozzatok ti is valamit, ami benneteket ennyire lázban tart, és akkor beszélünk arról, de valami hűletes hülyeséget fogsz mondani. Falmászó világkupa volt a hétvégén. Nyertünk? Mondom a neveket, senkinek kis nem mondom kettő. Semmit. Jók vagy a falmászásban egyébként? Egyre jobbak, megyünk előre. Kérlek szépen, ha már sport, megmondtam neked az év elején, azzal búcsúztunk, hogy még az év végén, hogy amit lehet, most, hogy te otthon vagy, hősapaként két gyerekkel, amit lehet, elhappolok. Érted? Nem, elhappolok az életedből. Hát ezt nézd meg! Ezt nézd meg, apukám! Na? Ja, voltál most ezen a hétvégén. Úristen, létreálltál? Te jó atya, gyerekek. Úristen! Figyeljetek, kettőnapos óriás hófesztivál, retteltesen jó volt. Pénteken viszintesen szakadt a hó és az eső. Mátra Szent Istvánon, de még azt bírtuk. Szombaton gyönyörű idő, 1000 ember. Én ugye melóztam végig, ezt a két napot végig dolgoztam. Ott volt a kis család, ők bent voltak a szállodában. Óriásét, figyelj, a Mátra gyerekek vasárnap. Há, szép. Sírtam. Én nem vagyok egy téli gyerek, de most minden megváltozott bennem. Ragyogó napsütés. Bizony. Ragyogó napsütés volt, és azt mondtam vasárnap, ott maradtunk vasárnap is, mondtam a Somának, hogy Somi, figyelj, ha te megtanulsz síelni, akkor apa megtanul veled. Mert egy kicsit így benne volt, hogy azt mondja, apa, inkább hógolyózzunk, vagy menjünk wellnessezni, és azt mondta a gyerek, hogy menjünk síelni, nem mondom, kész, vége. Figyelj, ez a világ legjobb bulija. Ezt komolyan mondom, figyelj, létreálltam, volt egy nagyon-nagyon helyes síoktató emberünk, aki egyébként alpolgármester a faluban, ahol 60-an laknak, meg mit tényleg tanár. Nincs sok meló legalább. Nincs sok meló, és Feri bátyátok ráállt a létre, de ez csúszik. Hát ez az csúszik. Ez csúszik, így kezdődött, hol kezdtünk, síóvi, kicsit röhögtek a helyszínen levők, mert ugye ilyen 6 éves, 5 éves, 4 éves gyerekek nyomták a síóviban, plusz én, tehát nagyon-nagyon komoly volt, csinálni kellett mindenféle gyakorlatot. Milyen lécet kaptál, tudod? Milyen lécet, olyan hóekém van, hogy megőrülök. Azt mondom, valami carving. Carving léc, aha, más az íve. Gözem piskota. Volt, igen, két ilyen kinövés volt. Csak a fejét érdesítették, nem vakszolták. Igen. Százaszögeket vertek át a létre, hogy fogakat csináltak, igen, hogy elvágodjon. És lementem a nagypályán is délután. Na. Odáig eljutottunk. Hát már neked mondták, hogy a nagypálya. Igen, elhitették veled. Azt a rajta. Két keresztes, halálfélyes, fekete pálya. De Magyarországon a nagy pálya merő magában. Hát figyelj, ami nekünk első csúszás után jó az. Ami nekünk van, én erősen izgultam, hogy ne jöjjön arra senki, amikor én keresztbe haladok, mert ha ez a test megindul, akkor azért ugye baj lehet. Figyelj, én megtanultad a hóekét? Hát akkor már meg tudsz állni, ez a legfontosabb. Hát azt még nem, mert ott volt, akik megállítottak, tehát több háló elkapott a pálya végén. Ha háló lett volna, de a sorba állók hogy örültek, mikor megérkeztem a felvonóhoz, ilyen csákányos felvonó, már azt is tudom, meg van tökös, már bocsánat, de így az a sok fajta van. Kerek. Igen. És figyelj, Bali, köszönöm. Én mondtam, hogy sieljünk. Figyelj, annyira én jó, mondtam, hogy nem hiszem. Hát én mondtam, hogy jó, ott a hó, a lécre áll, süt a nap. Menjetek. Jó idő Elviszlek, van. Elviszlek, Jani, esküszöm. Egyszer valamelyik nap így a hónom alá kaplak, így 10 után te beraklak a kocsiba. Te fogjátok unni egymást majd hétfőn, amikor elveseltek. És Feri, emlékszel, amikor tegnap voltunk már. Az egyik síelésünk még távolabb van, mert a Balázsnak most... Eldöcögök ott melletted, nekem nincs baj a lassú síelésen. De azt akarom melletted. Csak mondani ezzel, hogy egy új világ nyílt ki, érted? Én, aki gyűlöltem ezt az egész tél nevű műintézményt, a fákon roskadozó hó gyönyörű hát volt. Hát igen, a természet. Nem tudom egyébként, hogy milyen hitben hisznek, vagy milyen hitért áldoznak itt a szervezők, de arra térjünk át, mert basszus, tényleg ez a szombatos, ez egyszerűen gyönyörű volt. Biztos imádkoztak, hogy jól sikerüljön a rendezvény. Hát ennek
ennél szebb időt nem is kérhettek volna. Nagyon jó volt, és mondom, ez a síelés. De az nem a síeléstől szép, az a mátra. Hát az nem csak attól szép, de így, hogy az ember tud egy ilyet, jó. És hogy az én életemből 45 évig elment, kicsit sajnálom. Csak mondjuk fönn vagy, képzeld azt, akkor fönn vagy 3000-en, és szikrázó napsütésen, és látod a hatalmas nagy hegyeket, és fönn vagy mondjuk a 3500-ön, mondjuk, hát Ausztriában nincsenek ilyen nagy hegyek, de mondjuk kim vagy mondjuk Olaszországban, Franciaországban, de csak Ausztriában fönn vagy egy 2-6-on. Végig hegyek mellett egy szikrázó napsütés, szól a zene, a sípáján hűték vannak. Tehát és a mátra se rossz. A kocsikulcsodat a hóba. És keresed a kocsikulcsodat, ahogy én azt eljátszottam. Igen, azt mondtam, talán Olaszországban volt Cortina di Ampezzóban, sikerült elhagynom a kocsikulcsomat. De hogy te azt képzeld, hogy ennek még aztán vannak fokozatai. Tehát a mátra is nagyon szép, de amikor tényleg szikrázó napsütés van, és te vagy a legtetején a hegynek, és körülötte csak havas hegycsúcsok. És mint van mondjuk 80 kilométer sípálya alattad, és nem érsz a végére. Csak csúszol. Hát nyilván, szóval, nekünk hogy... ekkoránk van. Jó, ez is, persze, ja. Hát elkezdeni jó, csak aztán egyszer ki kell menni megnézni, hogy mi 3000-ről így lenézni egy ilyen januári napon, ami cikrázó napsütésben. És közben barnulsz. Persze. 3000-re nem halsz meg. Hát azért egy picit azért szokni kell, tehát hogy az nem fog így egy pillanatra a másikra menni, ott azért már ritkásabb. Hát lesijelsz ott, akkor 2000-en vagy fölsijelsz fel. Egyre több a levegő. Felvonózol, tehát meg lehet azt igazából szokni, képzeld, de az milyen. Szóval, hogy biztos, vannak. Szuper. Igen. Beöltöztem. Kaptál rendes majd síruvát? Elkezdtem levetkőzni, mert hogy meleged van, mert hogy megdög lesz a meleg tőle. Mondtam, mindig azt mondtam, hogy én ki nem megyek, mert hideg van, mert megfagysz. A mozgás ezen segít. Rájöttem, hogy a mozgás sok mindenre jó. Például erre is, hogy ne fázzál. Ugye? Ilyen újdonságok jönnek be az életembe, és hát csuda jó. Tényleg most mész oktatóhoz? Mert vannak itt Pesten is ilyen... Milyen oktatóhoz? Oktatni. Oktatni? Ilyen görsípályák vannak, vagy ilyen füves pályákon lehet, meg vannak ilyen kis sípályák, hogy a kanyarodás, az eke, ezeket itt szépen megtanulni apránként. Hát gyakorlatilag terhelni, erre terhelni, arra terhelni. Most ilyen, ez a műpálya, ilyen műfüves pályán, azt nem az inkább nyár egyébként, igen. Az inkább nyár. De az jó pofa egyébként, az is szórakoztató. Hát az gyerekeknek a legjobb, de hát oda be tudsz állni. Beállsz oda, és akkor egy-két hónap múlva már oktathatsz is tényleg, lehet belőle. Rákóczi Ferenc okleveles hóeke oktató. De csak a hóekét fejleszteném tökélyre. És az lenne, hogy aki akar tanulni a hóekét, az csak hozzám jönne, utána ez a párhuzam. Hol tanultál hóekézni? A Rákóczi rád. Úristen, a legnagyobbnál. De a párhuzamos létsz, ez sose tanulnám meg. Hát, hogy az lenne a csúcs, hogy én ott a hóekében mindent. Te és csak utána, eket, igen, és utána továbbadnád a diákot. Ekét meg, és utána ekéből most már kész van, mehet tovább a párhuzamos létszre. És ez már egy másik oktató lenne. Persze. Igen, ennyi. Ez, de azt én csinálnám a legjobban a világom, az ekézést. Illetve a jobbra-balra dőlést. Be a hóba. Szóval nagyon szuper volt, tényleg. És valószínűleg, ha mi nem találkozunk az életben, soha nem jut eszembe síre állni. Na látod, mennyit mondtam? Most már elértem így 3 év után. 6 az. 6, igen. 6 az, amióta mi így együtt ülünk. Legalább 6, de köszönöm. Köszönöm. Én tényleg, mondtam. Jó volt. Gyerekek, mi lett a Super Bowl-lal? Mert beszéltünk róla pénteken, hát, Ricsi, nem mintha bármelyik csapat is jelentene bármit. Aki még nem látta, meg nem hallotta, meg nem figyelje. Olvasta, az újságot, fogja be a fülét. Igen. Számolunk 10-ig. 10. Behúzta. Most halkítsátok le a rádiót. Behúzta a negyediket a New England Patriots. Igen? Így van, nem sikerült a Seattle Seahawksnak a második, úgyhogy a New England a negyediket. Talán 28-24. Akkor most jól emlékszem. Igen, mindenki. Hát meg közben is hívott. Hát itt is. Jó, olvasgattam, hogy mik történik ilyenkor az Egyesült Államokban, mert ugye Bridge egy picit off volt, csak gondoltam, hogy azokat az információkat, amiket tőle nem hallottam. Hát figyeljetek, ez például ez az óriási adat, ez nekem nagyon tetszik, ez a hát vegetáriánusként is tetszik, hogy 1.250.000.000 csirkeszárny. 1.250.000.000 csirkeszárny, még egyszer mondom, tehát ennyi fogja. Hát ők vannak 300-an, tehát minden amerikai megeszik legalább 3-at. Hallod? Hogy a francia? Hát vagy van, aki 10-et, van, aki meg nem eszik? Ülnek 5 órán keresztül a tévé előtt, és folyamatosan zabálnak. És azt rendeled? Rendelős a csirkeszárny, vagy tényleg, hogy csinálja otthon? Nem, azt gondolom, szerintem gyors ételemből házhoz szállítás van már. Figyelj. 600 millió csirke így pá, az örök vadászmezőkre távozik, ez alatt. Hát vagy szár nélkül vannak tovább. Ja tényleg, igen. Most annyi csirkével meg egyébként mit csinál? Lehet, hogy szimpla amputálásról van szó. Kicsit begyógyítják a sebeket, és akkor és még azért egy hetük szaladnak tovább, mint az emu. Szegény. Szóval igen. Az elég jó. Hogy na nem, mintha bármelyik csapat jelentene nekem bármit is egyébként. Úgy bekérdeztem, hogy melyik nyert, mintha valamelyiknek drukkolnék, vagy ismerném valamelyiket. Van ez a Peyton Manning, az behúzta, nem? Akkor ő az irányító, vagy a Tom Brady, vagy ki? Tom Brady. Itt nem a Manning, nem a Manning. Nem. Itt a Tom Brady, neki is egyébként a negyedik
bajnoki gyűrűje, és olvastam erről a szimpatikus fiatalemről egy még szimpatikusabb információt, hogy ő egy hónap alatt másfélszer annyit keres, mint amennyit egy év alatt a Seattle Seahawksnak az irányítója. Hogy egy hónap alatt keresi meg másfélszereseit annak, amit a másik oldalon ugyanaz a poszton játszó, egyébként nagyon tehetséges fiatal irányító. Na majd egy év alatt. Azért az kellemetlen lehet, nem? Jó igen. A menedzser valószínűleg, uh-huh. Tehát ilyen alkuképes a srác. Hát meg a három bajnoki gyűrű valószínűleg sokat számít. Úgy mész el tárgyalni, hogy itt tartod, a kezed is rajta van a három. Lehet, hogy róla tudják. Hát mondjuk az is elképzelhető, hogy nagyon bizonyítani már nem kell. Úgyhogy nagyon komoly lehetett a sztori. Koncert vajon milyen volt a nagyszünetes? Biztos az is jó sikerült, nem? Ki volt? Katy Perry? Katy Perry, igen. Én őt nem bírom. Én őt nem bírom. Én bírom. A Katy Perryt? A képeit. A zenét. Ha én nem adni, és a zenére mondom, nem tudom, hogy néz ki, de zenéleg, hát, vagy ez a szörny. Csinos. Szörny. Igen? Nagy mellé? Nagy csinos. És a Lenny Kravitz is volt? Igen, hát ő elviekben volt. A koncerteket én nem láttam. Úgyhogy meg azt se kockáztatom meg, hogy mondjuk így háromig, négyig nézem, aztán így jöjjek be. Úgyhogy a felfordulás az érdekes, még izgalmas, ami körülötte van. Tehát hogy az, hogy az amerikaiak 20%-a, az amerikai állampolgárok 20%-a már Super Bowl döntő miatt mondott le esküvőt vagy temetést. Nem á. De és akkor azt mondják, hogy akkor mama most, még egy kicsit maradjon. Picit megbetegedtem. Persze, megbetegedtem, menj. De a saját esküvődet mondod le, vagy? Ezt nem tudom. Erről nem szólt. 20%? Mert azt is lehet, hogy gyerekek, benéztük az esküvő dátumát, akkor tegyük el egy héten, mert van Super Bowl döntő. Vagyis Super Bowl. Hát náluk ez nagy ünnepség. Nagy. Szóval ez nekik ez nagyon, nagyon fontos. Igen, erről beszéltünk pénteken is. Igen, jó ez a kis Katy Perry, most megnéztem. Na, ugye, hogy meg lehet szeretni. A zenétől én beányok, de igen, csinoska. Az összes többivel nincs gond. Nem, meg van áldva. Jaha. Igen. Na jó van, szóval akkor ez is lehet. Ez jó volt, van. Ez volt. Ja, és hogyha esetleg kérdezni akartok a fürdőszobai szaniterek felszerelésével, leszerelésével, javításával, most már egyre inkább kérdezhettek. A hétvégén neki kellett esnem egy kisebb balesetből kifolyólag az ülőgarnitúrának is a fürdőszobában, úgyhogy... A fürdőszobátokban van ülőgarnitúra? Hát a Budinak. Ja. Nem mondom, mekkora fürdőszoba. Milyen fürdőszoba ez, igen. Figyeljetek, hát srácok, most mindent tudok, nem szétcsúszott benne egy ilyen kis csatlakozó elem, aminek következtében szét kellett kapnom az egészet, mindent kitakarítani, kicserélgetni, bármiről kérdezzetek. Amit ez a két kéz nem érzett, amit ez a két szem nem látott, az nincs. De legalább saját anyag. Tehát. Most már tudom, hogy mi lesz a rádiózás után. De mi tudott elmenni, vagy mi volt van a baj? Van ott egy ilyen kis csatlakozó, ami ugye összeköti magát a porcelán berendezést a lefolyóval, és az megöregedett egy picit, és elkezdtük érezni, hogy ez megöregedett, megfáradt. Szét volt a dzsúvalat mindenhol? Igen. Aha. Ja. Úgyhogy szétkaptam, kicseréltem mindent. Hogy kezdődik kitakarítottam. A dolog? Abban áll a víz, ugye? A WC nem, csészében. Úgy kezdődik, nem így kezdődik. Azt úgy kezdődik, hogy Virág megint nem csuktad be az ajtót. Így. És akkor mondja, hogy becsuktam. Virág megint mit tettél? Na, úgyhogy így kezdődik. A folytatásról még a korai időpont miatt. Vagy kicsit később, jó. Hát abban, igen, mert abban tényleg víz van. Igen, tehát hogy kezded a leszerelést? Elkezded egy szivacsal kimártogatni a vizet belőle? Vagy... Mikor az a tiszta víz elvileg. Az igen. A tiszta víz, nem. Magában a porcelánban ott nincsen semmiféle probléma. A probléma alatta van. Az alatta van. Az alatta. Aha. A szörnyű dolgok vannak? A szörnyű dolgok történnek, és ráadásul két elég régi csavarral volt rögzítve, azokat is meg kellett ugye szabadítani. Oh. Tehát nem volt egyszerű, és akkor így tudod, így végül, ez amikor így mindenkit kitessék ezt a fürdőszobából, menjetek csak ez, még nem vagytok elég érettek, de itt van apa, aki már sok mindent látott, katona is volt. Na, becsuktam az ajtót, leemeltem, és akkor utána. Neki se állnék azonnal, mindenre fix emberem van. Tehát, hogy így elfonszám, behúz, Józsi, 2000 a kiszállás, 3000-re megcsinálja, nem megyek, harapok valamit, visszajövök, adok még egy 1000-es borravalóan, neki se állnék, tehát hogy eszembe nem jutna, hogy én ezen ott... Én szeretem ezt a barkács illetét a Janinak. Hát nagyon, én is. Állnék. Mennyi ment el vele, hány óra? Mit? Hány hát óra? Elég sok, hát eleve ugye bontás, takarítás, felmérés, utána elmegyünk a barkácsáruházba, megvásároljuk, ott értekezés a szakemberekkel, megbeszélni velük, hogy mit, hova, melyik lesz a jobbik, melyikre számíthatunk mondjuk 10-15 éven keresztül, és nem csak mondjuk 3-4 éven keresztül, úgyhogy a lehető ilyen anyagokat vettem. Tehát látod, megtakarított bár 5000-et vagy 7-et mondjuk, viszont az egész napja elúszott ezzel, de milyen büszkénül most itt, hogy megcsináljuk. Biztos.
De remélem, hogy ti jól éreztetek. Jó, sétáltunk, túráztunk, erdőbe voltunk, hóembert építettünk. Ünnepségen voltunk, családi ebédem volt, már minden volt. De azt a büszkeséget, amit én éreztem, hogy hívtam be őket egymást, ezt nézzétek, na, cibáld meg, rázd le! Na, ez hogy rá, van már rögzítve, mi? Meg se vatsza, mi? Húzd le még egyszer! Na, még egyszer! Felavattad? Na, húzd le! Na, ugye, hogy jó! Volt felavatás? Gyertek, ha nézzétek meg, most próbálom ki! Hallod, fog a csava? Akkor is meg lesz a tesztám, büdös! Szóval tesztelted azonnal, aha, kipróbáltad? Igen, és srácok, semmi. Billegtél balra, jobbra, fölborultál vele, akkor visszacsavaroztad még egy kicsit. Most még egy kis szigetelés köré, és kész. Még az nem árt. Az még nincs meg? Mit? Az még nincs meg? De nem is kellene, Ferenc. Ja, mert annyira jól fölvacsad. Értem. Ezt a fiút. Srácok, ha látnátok, azt mondanátok, hogy csak velem. Na jó van. Jó? Jó van, szólunk, hát akkor más. Jó, az utolsó adásunkban, amivel én szerepelni fogok, természetesen el fogom mondani a telefonszámot, és mindenki nyugodtan hívjon, hogyha bármiféle probléma van otthon a fürdőszobában, már mindent szereltem, mindenhez értek majdnem, nagyjából, de annyira egyébként, mint az, aki először felszerelt, vagy előttem felszerelt azt a rohadt budit, annál biztos, hogy jobban. Remélem, ha most. Kinek a havas Mátrában, kinek a teniszpályán és a családjával, kinek a fajansz mellett, romeltakarítás, más típusú hétvégék ezek. De mindenki kiteljesedett, látod? Gyerekek, ki a barkácsboltban, ki a sípályán, mindenki. Mindenki kiteljesedett. Mi lett a múlt héti játék végeredménye végül? Hát 3-2-re nyertünk az utolsó napon, de ráadásul te húztad be, úgyhogy 4 nyerthetünk van. Nem is adunk lehetőséget arra, hogy elvegyék. Ez az év eddig a miénk. Elvegyék tőlünk. Jó van. Na, lehet jelentkezni játékra. Jó, ha valaki szeretne játszani, akkor írjon nekünk nyugodtan SMS-t. Elindítjuk a hetet egy jó kis játékkal. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. De nagyon jó szám volt ez. 10 perc van pontosan, 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jóféle Avanci, gyerekek, ahogy szoktam mondani, egy jóféle kis Avanci nélkül, nem hétfő. Ez a reggel. Néhányan itt csillogálnak nekünk SMS-ben, hogy elrontjuk a szórakozásukat, mert hogy a Super Bowl-ról beszéltünk. Hát szerintem egyébként azért nem, mert hogy megkértük őket, hogy ne hallgassanak minket, és visszaszámoltunk elég hosszan. Hát tehát tessék ezekre is odafigyelni, miért igen. Tehát az elfogyasztott csirkeszárnyakból nem derül ki az eredmény, egy mondat arról, volt maga az eredmény. Brady mennyit keres, hát. Meg arról, hogy a Brady mennyit keres, viszont azt mondtuk, hogy most az eredményekről fogunk beszélni, mindenki halkítsa le a rádiót. Tehát, igen. Hogy nem ér csak úgy reklamálni, ha az a dolog nem jogos. Jogos reklamációkat elfogadunk, de bemondtuk, hogy most erről fogunk beszélni, halkítsátok le kicsit a rádiót. Az ember lehalkítja, aztán egy 10 perc a visszahangosítja. És kész. Úgyhogy nem az volt, hogy láttátok a Super Bowl-t, nyert a nem tudom, mert az úgy aljas. De nem ez volt. Szóval, ez hogy, volt. Hogy ne küldözgessetek ilyen SMS-eket, igen, vagy hallgassátok rendszeresebben nagyobb füllel a rádiót. Nem? És akkor már meg is úsztad. És akkor megúsztad, igen. Hát tényleg szóltunk és számoltunk 10-ig, úgyhogy nem érít csak úgy nyávogni ok nélkül. Pusztavacs, Embőt szakad a hó, ezt Laci küldte nekünk, lerobbant autó felé egy gyorsforgalmin alakul a dugó, taxis Orsi. Üzente nekünk, mi lesz a Merkel-el? Hát, egy gyorsforgalmi már itt van. Alakul a dugó az M3-ason, csúnya baleset Pest felé a 33-as kőnél, Rumész-Szombathely között szakaszokban nagy a köd, de az utak jól járhatók, és Fejér megye, Kápolnásnyék értérsége havazik, M7-es, 7-es főút, sónedves helyenként hókásás havas. Na most én nem voltam Laci itt egyébként, most itt, ahogy hívják nálott a kőhíd és környékén a hétvégén, de lehet, hogy felhúztak. Vagy leraktak oda, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani, egy tartalékutat, amin a Merkel bejöhet. Olyan szép az a gyorsforgalmi út, igen. Ó, gyönyörű. Te most neki kell fizetni? Kinek? Most akkor azon a szakaszon tudod, hogy jössz be a reptérre. Hát én nagyon remélem, hogyha kell, megveszi, megy a matricát ő is. Nem, szerintem. Vagy azt a kis szakaszjegyet, vagy mi az, de szerintem az már ingyenes lett, nem? Ingyenes? Az már Feri egy részt, most már ingyenesítették, nem? Attól függ, hogy ő akart jönni, vagy hívták. Aha. Mert akkor ha hívták, akkor azért illik. Kicsengetni. Aha, de ha ő mondta, hogy jön, akkor viszont vegye meg. De már ingyenes az a rész. Hát, ingyenes. Már megy állítólag ide-oda, hát reméljük azért. Most a Mercedes, nekem az Audi-kon lesz, menj a matrica. Most például én itt a híd alatt, a felüljáró alatt nem parkolhattam. Nem. De miért? Hogy félnek, hogy föllövünk a hídra? Hát, ezeket egyébként én se értem. Majd 9 után foglalkozunk a Merkel-el, hogy milyen biztonsági intézkedések vannak, ezeket megkérdezzük, mint hogy azt is, hogy egy csomó autót elvisznek, de hogy... Igen. Tehát most, ha valaki ártani akar, akkor árt máshogy, nem? Illetve, hogy volt-e a taxidroszton verekedés, hogy kivigyel a Merkelt? Emelt, megbütykölt órával, tudod, egy körre a Merkelt, mondja Gyuri. Bocsánat, egyetlen mondat, este tegnap a hírekben láttam, hogy nem csak, hogy elviszik, hanem, hogy odébra kell 2 utcával feljebb. Ti ezt láttátok? És akkor keresgéled? Igen. Tehát nem fogja, kiemeli, és felviszi 2 utcával feljebb. Tegnap néztem a hírekben.
van így. Csak a mai napon. Na nem, azt kérdezem, hogy ez melyik kerületre vonatkozik. Azt mondta, hogy 500 méteres körzetben keresd a kocsidat. Igen. Igen. Azért az menő. De úgyhogy fogta, és kiemelte, átvitte a túlsó két utcával fejebb, és mint a legót így belakta. De mit csinálok én ott, ha az autómmal, ha ott állok? Tehát aki most itt áll a felüljáró alatt, ezen nem jön a merkel, csak a felüljáron egyszer átmegy. De felrobbanhat, mondjuk. Az autó? Nem fogom felrobbantani a saját kocsimat. Ja, hogy robbanás veszélyes. Aha. Hát nem. Fiúk, legyen már egy kis fantáziátok. Szerintem ennek a feleje műbalhé. Tudod, ez olyan, mint amikor az amerikai limuzin mellett fut még négy testőr, tudod? Na hát most aztán... Mit csinál az a négy testőr? De jól néz ki, amikor futnak, tudod? Régen ez volt, ugye, egy Clint Eastwood filmen, de hogy ez szerintem nagyon műbalhé, nem? Mondjuk Ferihegynél... Feri egy-egynél ugye van ott egy vasútvonal is, hát ez nagyobb logisztikát igényel már, hogy azon, tehát a mögé rakják az autókat még két utcával, tehát hogy aki ott azon a környéken parkolt és nem találja a kocsiját, az nagy bajba lesz. Ez kellemetlen, mikor mész is nincs meg a kocsi, de először arra gondolsz, hogy ellopták, aztán ott van, de van valami szám, amit lehet hívni, és akkor ott megmondják. És akkor minden, minden kocsit tudnak, hogy hova tettek le? Hát gondolom azokat így. Te Sanyi, hova raktuk a piros Peugeot? Nem tudom, én ott raktuk, hanem azok Béláig raktak a délutáni műszakra, én már leszereltem. Találd meg a kocsidat. Nagy beszélgetések lesznek. Na, szép, igen. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Halló, Szabi, jó reggelt! Itt még írja valaki, bocs, Szabi, csak egy pillanatra, írja valaki, ez milyen, amikor átraktak egy fizetősövezetbe, tudod? Tényleg! Jön a daru, leraknak egy 450 per órás fizetővezetet, ott hagyta 10 órára az ingyenes körzetben az autódat vissza, és ilyen brutál büntetést kapsz azonnal, mert hogy átpakolt a daru egy fizetősövezetbe. Szabikám, honnan hívtál minket? Szegedről. Ó, hát akkor nálatok ott nyugi van, nem érint benneteket a mai Merkel őrület, hogy útlezárások, nem érdemes bemenni a belvárosba, rendőri kordonok, elterelések. Mit csinálsz a Szegedem? Hát jelenleg épp fürdök. Fürdesz? Ez nagyon jó. Most ülsz a kádban? Igen. Hát ez menő. Fentről le, vagy lentről fel? Fentről le? Na jó. Ez mit jelent, hogy ez mi? Onnan indít lefele. Ja, az uhajzás. Onnan szappanoz. Ja, mi dolgozol, vagy hogy nem vagy még munkában, 7 óra, miért ülsz te még a kádban? Hát milyen világ ez? Hát már még iskolába járok. Ne csináld, tényleg? Akkor csak mutálsz. Utolsó év, gimi. Jézus már, gimnazista vagy? Igen, utolsó év. De hangod alapján ilyen 30-as, 30-asra tettelek volna. És mi az első óra ma? Hát nincs első óra, mert sítszünet van. Síszünet, hát megőrülök, síszünet. Az mit jelent, hogy a gazdagabbak síelnek, a szegényebbek otthon ülnek? Vagy ez mitől függ, hogy ki? Nem, a tízeseket elviszik az iskola, hogy utána sáron, és aki akkor még mehet a többi évfolyamból is. Csak mi meg érettség, meg rosszágban nem mennek az idén, én itthon maradtam. Nem mentél síelni. És inkább fürödtél. És inkább beültél egy kád forró vízbe. Hova mentek síelni egyébként a többiek, azok, akik mentek? Hova mentek? Szlovákiába, Tálemek, Fronyet. Planet. Az szép, az szép. Jó van, kivel szeretnél játszani? Veled, Szabikám, játszunk egy jót, azt mondod? Játszunk egy jót. Nagyon veszélyes ellenfelet választottam, mert a múlt hetet is a Balázs nyerte meg. Most lovagolok, gyerekek, terepen vagyok. Ráadásul a szlovákokban is otthon van, a síelésben is otthon van. A nehéz lesz őt kérdezni, mire nem tudnék válaszolni. Mehetünk? Mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Tessék. Szeretnél? Hát akkor kérdezzél. Nézted a tegnapi tenisz döntőt? Néztem félig, így van, néztem, aztán el kellett indulnom egy családi ebédre, úgyhogy a végét már kevésbé néztem. Első készletet azt láttad, ugye? Első készletet láttam. Te is szereted a teniszt? Hát, hogy szeretem. Kinek drukkoltál? Nadalnak és Federernek, de hát mindketten kiestek sajnos. Nadal, Federer, Drucker vagy? Így igaz. És ha együtt játszik a kettő, akkor mi van? Hát inkább akkor Nadal fele húz a szívem, de kedvelem a herceget is. Uh-huh. Miért szereted a Nadalt? Kemény játék, amiatt nagyon jól védekezik. Uh-huh. Te is teniszezel esetleg? Te is játszol? Hát két hónapja elkezdtem játszani, de eléggé. Tényleg?
Így igaz, Szegeden is elmentünk haverokkal, de mondom, elég gyenge szinten vagyok. Hát két hónap után az ember nem is lehet túlságosan jó szinten. Viszont fekete fehér igen, nem belül jó szinten vagy. Viszont ez egy szép játék volt. Nem bírtunk egymással. Jó volt, ügyesek voltatok volt. Pedig. Igen. Nem bírtunk egymással. Úgyhogy Szabikám, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy, mert hogy nem mondtad ki a tiltott szavakat. Köszönöm szépen. Úgyhogy küldjük neked az ajándékcsomagot. Hogy hülyen rád a víz. Igen. Akkor bekapcsolom a tuszt, és akkor jó, meleg lesz, bevittem a víz alá. És viszel be ilyenkor valami játékot, kis kacsákat, vagy valami istengér alatt járót, buborékfújót, vagy valami van bent? Nem, egy borotva van nálam, telefonítan el vagyok én itt órákig. Borotva? Ott borotválkozol a kádban? Ennyire félsz az érettségitől? Nem, hogy valami tragédia legyen. De várjál, hol borotválkozol, ugye az sem mindegy. Igen. Egyik részen. Kell lenni lent is. Tessék? Hát az trendi, muszáj trendinek. Nehogy elakadjanak a kotrók. Igen. Hát, na, hogy ezért szörtába akar időd, az kellemetlen. Na jó van, teniszdrukker vagy, úgyhogy ez a vereség, ez megvan neked bocsátva. Jó? Remélj, hogy Roland Garroson összejön a Nadal Federer döntő, aztán meg Wimbledonban, meg US Open. Na hát igen. Tornákon meg a több. Jó kis év lesz ez. Szabikám, köszi a játékot. Ciao. Én köszönöm. Sziasztok. Hello. Hello. Figyeljétek. Arra gondoltam, hogy ha Szabi ennyire ért a teniszhez, és ráadásul így a kádban is otthon van, akkor hívhatnánk őt. Van egy másik szakértő is, aki szintén állítólag a kádból szakértett elég sokáig. Volt egy szakértőnk, aki nem utazott el, csak a kádban volt mindig, és azt mondta, hogy kim van, de itt van. Kísértetiesen emlékeztet a Szabi. Igen, mert egy gyereke volt, nem? Ja, lehet. Lehet. Törvényes örökös. Lehet, hogy Szabinak is van. Igen. Na jó, van 7 óra van pontosan, jönnek újra a legfrissebb hírek. Valaki azt írja, hogy kimondta, szerintem nem. Megadtuk ezt, szerintem nem, de esetleg Anna visszahallgatja, de nem volt tiltott szó, úgyhogy Szabi megnyerte. 7 óra van pontosan, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És hát elindult. Elindult a hétfő reggel, gyerekek. Már februárban végre elmúlt ez a soha el nem múló hétfő. Tényleg írta valaki, de tényleg az a január egy soha el nem múló nagy depressziós hétfő. Nem? Á, de nagyon hosszú volt. Értem én, meg örülünk, hogy vége, de már megint nem emlékszem az egészből semmire, és nem azért, mert ittas voltam. Éreztem, hogy azt akarod mondani. Nem, már egy hónap elment az évből. Hihetetlen. Én a januárt valahogy soha nem sajnálom. Nem? Tehát a január az, amiért nem kár. Nem? Üres, hosszú, hideg, sötét. Nincs benne semmi szeretnivaló. Ha rá kéne böknöm a naptárra, hogy melyik az a hónap, amit szerintem az emberek legtöbben utálnak, az biztos, hogy a január. Na jó, de ha nem lenne január, akkor a februárt utálnád. Ez igaz. Az lenne az első, igen. Akkor a kontraszt a nagy karácsonyi ilyen szeretett hullám után, hogy csak így győzt túlélni a januárt. Nem? És utána a február, akkor ott már jön már. Március tavasz 15-e, tudod, az egész már valahogy úgy beindul az év, de ez a január. Február, hát majdnem tavasz, március már majdnem nyár. Igen, április 30 fok, igen, tartós szél, nagy eső. Na mindegy, szóval, hogy február van, gyerekek, és pontosan 2 nap múlva van a névnapom, úgyhogy ne fogjátok vissza magatokat, bármit megláttok a boltokban, bármit megláttok, aminek bali örülni, nyugodtan, tényleg ne legyen az, hogy na, hát a kis nurkó biztos nem örül, Mike, biztos van neki olyan, nem baj. Ha van is, jól jön az. Nem kell, hogy visszafogjátok magatokat. Jó? Jó. Láttok bármit a boltban? 2 nap múlva névnapon van, úgyhogy... Jó, mindenképpen. Ja, illetve nem is 2 nap, 1 nap. Na mi? Holnap, mert február 2-a van ma. Tehát holnap, 4 nap. Én utálom, nem ünneplem, de valamivel azért készüljünk. Nyilván majd egy gyors lejárató amnéziával készüljünk rá szerintem. És reggeli, kalács, mit tudom én. Van egy felajánlásom. Addig, amíg az influenza támad, ingyen moshat kezet. Amíg az influenza itt van az országban, addig minden reggel ki fogom készíteni ide a kézfertőtlenítőmet, bárki használhatja. Na, most nézd meg. Egyébként kérem is. Nézd meg, most komolyan, igazi nagy lesz, itt lesz az asztal közepén, komolyan mondom, minden reggel ki fogom ez tenni. Ez a névnapi felajánlás, ez a 40 forintos kézfertőtlenítőt ingyen használhatom. Ez legalább hát ennél 300 valami... forintos. Az egy nagy vonalú szerintem a Jánostól. És retro is. Ingyen használhatom a kézfertőtlenítőt, az egyébként jó. Jó? És megmikrózom az összes bögrét is bent továbbra is természetesen. Azért nem egy kis púra jándék. Hallod? Ez azért elég nagy vonalú, megmikrózza a bögrédet. Na? Csírát van itt az? Igen. Nem az ő árama, de megmikrózza. Tessék, mutatom.
hallják a koparást hallgató is. Ez le lett téve. Franz bel is ment a bal oldalon. Ne, mondom, ne csapkod a pultot, én megsüketülsz, igen. A fele füled elmegy. Jó, úgyhogy tényleg. Én külön-külön vagyok, nekem nem, de nektek igen. Nevem jó, köszönjük szépen. Ez a killer. És ettől nál nem leszünk? Ez hát legalábbis nem. Én mindenképpen én reggelenként mindenképpen beszoktam kenni, mert hogy ti mondjuk egy viszonylag zárt közegből jöttök, mert hogy az autótok, meg a család, meg a mit tudom én, lakásotok, de én azért jövök itt a busszal, meg a metról, fogdosok össze mindent, aztán nehogy az legyen, hogy emiatt. Tehát te hordod be akkor a vírust ide közénk. Hát, akkor jó, bírom. Jó, de nem azt mondtam, hogy beteg leszel. Vírus ja, hordozó, érted? Aha. Tehát az Annát te nyírtad ki a múlt héten. Aha, tényleg. Oltatott valaki, gyerekek? Oltattatok? Nem. Senki? Nem, nagyon helyes, jó van. Jó van. Büszke vagyok rátok. Semmi. Igazán büszke vagyok rátok, barátaim. Kihúzzuk magunkat, és inkább vállaljuk a szenvedést. Nem is kell, mi a franc? Én nem érted, elfelejtettem. Akartál, de nem oltattam. Nem kell. Hát most mi a fenének? Hát, ez mindig olyan érdekes kérdés. Most, ha eltüntetjük a sztoriból azt, hogy nem tudjuk, hogy mi az oltásoknak a későbbi hatása. Ugye erre még nincs, már nem zajlik az annyi idő óta a dolog, hogy tudjuk, hogy mondjuk 20 év múlva mi lesz azokkal, akiket oltattak. Vigyázz, mert ha olyan levelet kapunk, gyerekek, az INTS-ből majd... Hát kaphatunk, én nem mondtam semmit. Ja, nem, csak mondom, már múlt is kaptunk. Aki akar oltasson, hát ez mi nem mondunk semmit, ez a mi privát saját magán véleményük. Én is alapvetően oltós vagyok, csak most elfelejtettem. Bocs, Feri, elfeled, mit mondtál, csak múltkor azt mertem mondani, hogy én nem oltatok, és szerintem erre nincs szükség, de részemre ez egy magánvélemény. És én ezt megfogalmaztam, 8 oldal, hogy mi, aki a rádióból, hogy képzel is. Mert te nem magánember vagy itt. Te nem akkor se oltatok. Vagy. Na mondjad. Na, hogyha ezeket levesszük róla, akkor is ugye az van, hogy mit kapsz cserébe az oltásért, elfelejtheted az életedből azt a 3 napot, amit Anna mondjuk otthon lázban és gyengeséggel töltött el. Tehát, hogy azért van egy jó hozadéka neki, nem? Tehát kérdezted, hogy miért oltassunk? Azért oltassunk, mert egyébként beledög lesz abba a 3 napba, fáj mindened. De. Én szerintem akkor kell oltatni, bár nagyon-nagyon vigyázok, hogy mit mondják, mert tényleg fel fog robbanni a kocsim, azt hiszem, hogy ő merénylő vagyok, aki merkelt akarja bántani, ez közben ANTS-eltett lábbal olt. Tehát vigyázzunk ám. Ha eltűnök, kérdezzetek és keresetek. Mindig ezt mondom, jó? Hogyha eltűnök, keresetek. Tehát nem önszántamból tűnök el. Hogyha veszélyeztetett vagy, akkor nyilván igen. De most mi van, ha egy egészséges felnőtt 40-es férfi egyébként influenzás lesz? Semmi. Tehát 2 napig lázas vagy, kicsit rosszul vagy, átmegy a testeden, kihevered, kifekszed, jössz, vége, nem? Tehát, hogy most ennyi. Választhatnék, és tudom, hogy ezek már nagyon modern oltóanyagok. Ezek a legszuperebb oltóanyagok. Vagy átesem egy influenzán, és én 2 napig lázas vagyok, hát akkor inkább azt választom, hogy olyan az influenza, teperje le, ha tud. Aha, azért te is ott leszel. Azért seregeink harcolnának, tehát nem a kormány a helyén van, seregeink harcolnának. És én is ott vagyok az influenzánál. De nem, ha veszélyezteted, hogy idős, terhes, mit tudom én, akkor meg kell nézni, meg kell kérdezni. De hogy most egy felnőtt 40-es férfi elmegy, és megijed egy influenzát, és akkor jaj, én beoltatom magam, hogy most nehogy influenzás legyek. Minek? Fie, engem csak a gyerek miatt érdekelne a dolog, de hál' Istennek elég krupacél immunrendszere van, eddig még nem nagyon látszik rajta semmi. Egyébként meg ha csak az Annából indulunk ki, hát akkor egy kedves, szőke, 40-es ágyhoz kötött hölgy, hát azért szerintem nem olyan rossz az 3 napig ott. Nem örültek neki otthon. Ha a férje otthon dolgozik. Meg kipróbálom. Na, jó, mennyit kell belőle nyomni? Keveset, Feri, keveset. Egyébként sokat, de keveset létszik. Figyelj, kirakod ide középre, és utána sóherkec. Nem kell belőle sok, egy ilyen fél borsony elég. Hogy utálom ezt? Mondom, fél. Hát, de az én kezem... Arra jó, hogy az is igaz. Szétkened a kezeden ezt a dzsuvát, ezt a zselés valamit, és hát nem tűnik el, nem tudod beletörölni, valahova felszívódik, nem tudom, Viki használ mindig ilyet rosszul, és mindig nyomja a gyűlölöm. Gyűlölöm. Olyan furia, de bizsergető. De tényleg tisztább lesz a kezed. De várjál, bizsergető, és összekevertem a... De mit csinál ez? Mit? Hova tűnik a bacillus? A vagy több, a vírus? A 90%-et elpusztítja. Lehet, hogy 99. Csak az 1% pont az influenza. De hogy akkor bajba vagyunk, de egyébként ez egy tök jó dolog szerintem. Storokra is lehet kenni, hogyha ott támad. Hát, oké, szerintem próbáld ki. Na most azért csak mondom, hogy ennek a párolgását, ugye, hogy nem marad a kezeden, azt egy dolog biztosítja. Alkohol. Köszönöm szépen. Na, Feri, de ne idd meg. Jó helyre kellett, igen. Mit csinál Feri a készfertőtlentővel? Megissza. Van, aki talán meginná. Torokfertőtlenítő. Volt egy kedves katonatársam, aki például Dezodort fújt le a kupakba. Tessék, Vitaralon, Arces. Régen volt hosszú kimaradásom, lefújt az egész Dezodort, megint, aztán... Na, mi lett vele? Lepedőbe kellett kivinni, hogy engelkedő.
Na gyerekek, nézzük a közlekedési híreket. Nézzük. Jó? Jó, ne, ez a miért jön Angela, mert kell, ezt ne küldjétek el többet, léci. Tényleg nyomatékosan megkérünk mindenkit, hogy ne. Tehát ezt most én egyszer elmondtam, még egyszer, miért jön Angela, mert kell. Jó. Ha-ha. Hihetetlen vicces volt. Őrültem vicceset. Nek, léci, ne küldjetek el többet. Jó, tényleg. 40 darab ilyen SMS, hogy miért jön Angela, mert kell. Jó fejek vagytok elküldeni. Tényleg, hadd lássam a közlekedési híreket, mert egy nem... Nem lehet, Feri, tedd le a Jani sikosítóját, írja valaki. M1-es György felé Bihatorban jután havazik rendesen, Petya küldte nekünk. Tudtok segíteni, miért állt be az M3-as Budapest felé a 32-es körnél, írja, köszi. Igen, hát azt nézem, hogy... Na mit? Hogy nézem, egy perce leizárták az M3-as Pest felé, a 33-as kilométer környékén, menekülni a Domonyvölgyi szerviz után lehet, vagy Bagdán le, de az okát egyelőre nem tudjuk. Baleset van. Juli mutatja, hogy baleset van. Trafi az M3-as 203-as kilométerénél, szép napot üzente. Nóri, gyorsforgalmi baleset befelé, írja Gábor. Ülői nagykörút kereszteződés közepén baleset, ráadásul a lámpa sem működik, áll minden irányból nagy a dugó. Ezt Márk küldte nekünk. M9-es jól járható, havas eső esik, robó a pilóta. Hello, csoki pá. Pápa Tapolca között az utak szörnyűek, a hó miatt Pritchard küldte nekünk. Pritchardnak is nagyon... Pritchard. Pritchard. Lehet, hogy P. Richard. Nagyon szépen köszönjük, tessék. P. Richard. Nem? P. Az is lehet egyébként, igen. Igen. Az Utópia című sorozat védőoltás ügyben helyre tesz. Látta valaki? Tud róla valaki? Sem. Nem. De megnézzük. Nem vagyok jó Utópiában. Egyelőre. M1-es György felé még egy közlekedési hír, Bihatorvágy után havazik rendesen, ez pedig Petya küldte. Nekünk köszönjük szépen. Na, egy internetes portál összeszedte, hogy aki elköltözik Magyarországról, és ugye mi is egyre több hallgatóba futottunk bele az utóbbi pár hónapban, akik ugye hát elhagyták az országot, és külföldön próbálnak segítséget, megkérdezték, vagy megpróbálták felmérni, hogy mi hiányzik külföldön a magyarnak leginkább. Ez egy érdekes dolog egyébként, hogyha mi kimennénk, mi hiányozna nekünk egy idő után. Ezt az ember csak akkor tudhatja, ha hát hosszú időt tölt külföldön, de hogy vannak olyan dolgok, amiket egész egyszerűen nem tud a magyar megtalálni. És ezeket szedték össze. Most a legnagyobb közhelyeken kívül, mint a Túró Rudi, meg a család, azt nem számították. Ne, ugye? A család és azt a kedvenc párnám, meg az ágyam. Tehát, hogy ezek így ebben a formában nem jöttek szóba. A trafiboxok, a szomszédok. Ételek, elsősorban ételek. A ételek. Száfa? Ja. Az máshol is van, csak nem biztos, hogy ilyen magas, az máshol is van. Szóval, hogy mi hiányzik a magyarnak, ez volt a kérdés. És egészen érdekes válaszok jöttek egyébként. A legtöbb az természetesen arra vonatkozik, ami elfér a hasunkban. Aha, tehát kaja. Uh-huh, uh-huh. Tehát kaja, ami nincs meg más országokban. A felének több dolog hiányzik mindenki. Nekem nagyon, én nekem nagyon föl kéne pakolni, ha elindulok innen, mert az van például, hogy egy csomó olyan dolgot, tehát hiába kimész mondjuk az Angliában a piacra, és kapsz répát, kapsz fehérrépát, hagymát, tyúkot, nem tudsz olyan levest főzni, mint itthon. Érted? Egy jó tyúkleves. Az nem volt, hogy a vúból lett volna egy részlet, komolyan. Igen, és kacsát. És a vége az, hogy kacsát is például, ez az egyik. Vagy, hogy kint nem tudsz normális piros paprikához jutni. Az igaz. Egy csomó más nemzet használ, a spanyolok használják, tehát nagyon sok mindenki, de ha ahhoz, hogy te egy jó pörköltöt vagy gulyáslevest meg tud csinálni, ahhoz itthonról kell vinned paprikát. A fokhagymájuk se olyan, mint a miénk. És a fokhagyma se olyan. A paprikát írták. A paprikát írták egyébként. Aha, na, tehát, hogy abban együtt tudunk mozogni. Mi van az angliai csomagunkkal? Megkapták? Nem tudjuk még mindig? Még nem jeleztek vissza. Még mindig nem jeleztek? Nem, mert szép dolog. Szép dolog. Küldtünk ugye egy Birmingham-i hallgatónknak csomagot. De mikor? Bizony. Egy hete? 3 hete. 3 hete már lassan, tényleg. Dalát kekszet is küldtünk neki, hogy tudjon jó kis hazai kókuszgolyót készíteni. Lehet az, hogy Anglia Birminghamig 3 hétig megy egy csomag. Ott volt valami számváltozás, meg költözés, tehát ott valami gondolom van, de... Most lehet, hogy ott hever. Ott hever bent, egy üres kecóban. Hát vagy ott áll vele a csávó még mindig az ajtóban. Akkor tényleg jó, hogy nem küldtünk Túra Rudit. Azt mondtam, hogy ne küldjünk, hát az romlandó. Utólag mind a kettőtöktől elnézést kérek, én nagyon erőltettem ezt a Rudi dolgot, de hát akkor ezek szerint jó volt. De te mindig előtteted a Rudi dolgot. Tehát, hogy hát ez nem, érted, az nem csak hát akkor, ha a külföldi magyarokról van szó, te a Rudi dolgot minden nap előtteted. Ezt a fiatalon. Hát egyébként a legjobb. Na, mi is készültünk egyébként egy-két külföldi hallgatóval, és megkérdezzük, hogy mondják el nekünk olyan hallgatóink, akik hosszú ideje külföldön élnek,
hogy nekik mi hiányzik a legjobban. Hívjuk majd Németországot, Dániát, olyan hallgatókat, akik tényleg hosszú évek óta kint vannak, vagy lehet akár az is, hogy mondjuk fél év, 3-4 évével, amikor már azért úgy el tud kezdeni hiányozni valamit. Tehát nem arról van szó, hogy valaki kiment 4 napra Rómába, és nagyon hiányzik neki a... Anyukám főzze, rohadtul hiányzik, 4 napja Rómába vagyok, mindjárt jövök haza, vizelre, az iskoláját meghalok, ha remeltek egy ókaiba. Szóval, hogy hosszú távú, hát hogy is mondjam, kint... segítsetek. Nem tudom, kint lévőség. Kint lévőség, igen, igen. Hosszú távon kint élő magyarokat fogunk megszólaltatni. Akik hallgatnak bennünket, csak külföldön vannak, mert elsodorta őket a történelmi forgószék. Há! És ez még csak 48 volt. Így van, használtad van egy történelmi forgószél, akkor rögtön Rákai Filip ugrott volna be róla. Hármunk közül egyébként egy ember járna jól a hosszú távú kajában, a hosszú távú külföldi tartózkodással, Jani. Nem biztos. De. Nem biztos. Hát figyelj, vegaként. Ebből a szempontból mindenképpen, de én például megdöglöttem kint, amikor legutóbb ugye Afrikában voltunk, megdöglöttem egy jó pásztortarhonyáért, illetve... Parasztarhonya, ne szépítsd. Vagy pásztor? Hát inkább pásztor, de legyen. De parasztozna a pásztor. Te már nem ezt csináltál, valamit mondtál, amikor azt jelenti, hogy először azt fogsz enni, vagy ez nem parasztal honyom? Az van, hogy a pásztorok azok az állatokat terelgetik, az állatokkal van, az állattenyésztésben van a parasztok. De akkor mi azt, az pedig a földműves. De mi a paraszt? A földműves. Aki ebből él. Nem, van parasztaranya is, ez nincsen? Nincs. Nem ezt mondta, amikor az ősz Afrikából, mindenki elmondta, hogy mit teszik először, és te elmondtad, hogy te nagathoz mértem valami parasztarhonyát. És még az a rögtön. Nem. Az a baj, hogy összeállt benned ez két dolog. Ugye, én jutok eszedbe, meg az a tarhonya, akkor mi lehet az paraszt? Ott nem jön a pásztor, csak a paraszt, igen. Amire te gondolsz, az a papsajt. De hogy is. Na, szóval, hogy ez meg a krémes jellegű sütemények. Én bárhol járok külföldön, nem eszek olyan. Nem. Nincsen normális krémesük. Mondjuk még Franciaországban nem jártam, tehát lehet, hogy ott jó a francia krém. De hogy de most komolyan. Ez egy normális krémes nem lehet külföldön enni. Persze mindenből megvan a saját jellegzetesüt, de nekem ezek hiányoznak. Az a durva, hogy aki nem volt hosszú ideig külföldön, vagy nem tudom, tényleg börtönben, az nem gondolja, hogy egy idő után valójában tényleg mennyire függő vagy attól, ami szocializálódtál és ami fölnőttél. Tehát azt hiszed, hogy kimész, és Olaszországban kimész, akkor jók a tészták meg a pizzák, tök jól áll vagy. Vagy kimész Afrikába, Amerikába, bárhol. És egy idő után tényleg a szemed keresztbe áll, hogy ne veheted azokat a dolgokat, amiket itthon tudtad. Mert hogy annyira hozzászoksz, nem? Úgy úristen, csak egy karig a kolbász. És hogy egy hétig még oké, két hétig oké, három hét után már nagyon tud hiányozni, de 4-5 hetes időintervallum után már azt gondolod, hogy nem bírod megenni, mi ott van, és bárcsak tudnál valami valójában hazai tenni. És akkor indul az ügyködés, hogy a külföldön élő magyarok megpróbálják beszerezni a hozzávalókat, csak hát nem találják. Na! Ide nekünk Németországot! Jöjjön akkor először valaki, aki ott van már Németországban. Szabolcs, jó reggelt! Hello, Szabolcs! Jó reggelt! Good morning show! Szabolcs from Germany! Nálatok van ma reggel a főnökötök nálunk van ma reggel, úgyhogy vigyázzunk. Igen, hallottam róla, illetve olvastam a híreket. Uh-huh. Nem akarták küldeni valamit a rokonoknak vele? Nem. Tessék már ezt elvinni. Tessék már elvinni anyukámnak. Szabikám, mióta élsz Németországban? Tulajdonképpen 7 hónapja vagyok itt. Talán az idő így ebből a szempontból nem is olyan hosszúnak tűnik, de alapvetően a kajálás szempontjából mindenképpen már hosszú. Mit csinálsz ott kint? Stapelfeller, targoncázom. Ja. Targoncázom, aha. Vettél egy nagy levegőt, és kimentél családdal, család nélkül, egyedül? Nem, egyedül, tavaly nyáron jöttem ki teljesen egyedül. És gondolom teljesen más a bérezés nyilván, nem? Hogyne, persze. Nem is lehet összehasonlítani. Tudatosan mentél oda, ugye? Nem csak egy rossz vonatra szállás, vagy ilyesmi. Nem. Na, mi az, ami úgy Isten igazából hiányzik, Szabolcs? Vagy ami most pár itt 7 hónap után tényleg azt mondta, hogy de jó lenne, ha ezt itt el tudnád készíteni, vagy tudnál lenni? Hát figyeljetek, ami tényleg itt a Németországban alapvetően hiányoznak, azok a fűszerek. Tehát a németek azért próbálkoznak mindenféle ételeket itt összehozni, de sajnos nekem az a tapasztalatom, hogy akármit elkezdenek, az a végén mégiscsak valahogy egy katasztrófa lesz. Tulajdonképpen ahol én lakom, én Hanaukba lakom, és itt alatta van egy mezgerályos, egy hentes. Nem olyan régen betértem oda hozzá, mert ilyen nagyon szép fatáblára, nagyon csinos kis hölgy kiírta, hogy gulyás, mint tőcsem, tehát zsemlével, oké, rendben gondoltam, magamon kóstoljuk meg. Zsemlés, gulyás? Így van, mint zsemlével, hát betértem, megkóstoltam, annak mindenféle íze volt, de nem mondható gulyásnak. Tehát paradicsom,
meg füstölt íz, keveredett össze-vissza, szóval az nem gulyás volt. Tehát nem, egyszerűen... Hopp! Nézd meg a gulyás szóra, hogy megfacsarodott az orra. Igen, nem tudják megcsinálni, nem? Nem, abszolút nem. Máshogy igen, nem pedig látod, Németországban elméletileg meg is tudod kapni azokat a fűszereket, amit Magyarországon. Hát igen, csak megint más minőségben. Tehát itt azért jobban körül kell nézni, hogyha tényleg olyan fűszereket akarsz venni, mert abszolút jó, van paprika, meg van bors, ilyenek, de más, egészen más. És ezek a német bohúrztok vannak olyan jók, mint a debreceni páros? Köze nincs hozzá, ugye? Szerintem. Mivel próbálod pótolni egyébként? Tényleg, szóval 7 hónap után nyilván tud tényleg hiányozni. Csak azt tudja, aki kint él hosszabb ideig, hogy mennyire tudnak hiányozni az ételek, hogy így főzöl magadnak, vagy főzetsz, és kiküldeted? Az nyilván irányos. Nem, hát van lehetőség, hogy persze, hogy saját magamnak főzzek, de higgyétek el, hogy előbb-utóbb hozzászokik az ember. Tehát megszokja ezt a íztelenséget, mert ugye a németek általában íztelenül főznek. Előbb-utóbb hozzászokik az ember, és akkor így már egész jó. Hát hihetetlen. A Fábri mondta annak idején, hogy mindenhol, bárhol megy külföldre, mindenhol visz magával egy üvegerős pistát. És egyébként... akkor az, ami minden megoldasz. Egyébként csodákra. Igen. Hát meg a legtöbb magyar szerintem azt csinálja, hogy ugye most is voltunk karácsonykor otthon, hogy akkor ilyenkor jó, felpakoljuk magunkat, és akkor hozzuk kintről, illetve otthonról. És van kedvenced azért? Például német kaját volt, amit meg szerettél ez alatt a 7 hónap alatt? Hát az erős túlzásnál, hogy azt mondanám, hogy kedvenc, de amit talán jól csinálnak, az a Linzen Einzen Topf, tehát az... Figyelj, imádom! Balázs mindig ajánlgatja nekem, Feri meg kifejezetten. Kim vagyunk együtt Münchenben, Linzen Einzen Topf. Csak egy rá. Az mi? Ez a lencse, főzelék, leves, féleség, azt viszont elég jól csinálják. Csaba, ugyanúgy füstölt csülök egy kicsit, meg spékelve. Igen. Az nem, azért annak viszi még az íze is van. Tehát annak van legalább minimális íze van. Aha. Annak még íze is van, igen. Tényleg én is sokszor ettem most így visszagondolva Németországban, és valójában barom ilyen, minden kicsit sótlan, minden kicsit íztelen, minden kicsit olyan szellemtelen, tehát olyan igazából valójában nem tud az ember olyan nagyon-nagyon jót tenni Németországban. Nem nagyon fűzték el vonalra, ők ezt elengedték a kaját. Igen. Na jól van, hát köszönjük szépen, hogy elmondtad, Szabolcs most megy, Merkel, úgyhogy... Úgyhogy köszi szépen, vigyázz magadra. Jó? Köszi, okay, Szabolcs, kitartás. Mikor jössz haza egyébként? Jössz haza valamikor látogatásra, vagy csak hazaugrani? Hát haza szoktam nézni, mert igazából 1000 kilométer, tehát nem egy nagy távolság. Nem egy nagy távolság. Persze, így van, autóval is olyan 8-9 óra alatt meg lehet járni. Legközelebb én szerintem húsvétra tervezem majd. És akkor van valaki, aki megfőzi a kedvenc kajádat? Hát, hogy mindig leadod a listát, hogy mit, mivel próbálod pótolni, nem? Nem, első ilyenkor mindig a szülők az elsők, utána a haverok, és akkor ott mindig, akkor az a egész hét, az mindig csak az zabálásról szól. Az egyébként. Megköszönöm, hogy Dankezér, Mutti. Igen. Szabi, köszi, jó munkát neked, vigyázz magadra ott kint. Ciao. Oké, sziasztok, köszönjük. Hello. Na, gyerekek, nagyon sok hallgatónk van, hívunk még hallgatókat Dániából, jelentkezik majd valaki Angliából is, és megkérdezzük, hogy kinek mi hiányzik, illetve írnak nekünk online hallgatók, akik online hallgatnak minket, Svájcból, Norvégiából, Szlovéniából, gyerekek, hogy mi az, ami igazából hiányzik. Mert hogy ők Franciaországban is hallgat minket valaki, hogy ott mi hiányzik. Kis tarcsán, és igen, ott is nagyon hiányzik. Kis tarcsán. Ott is nagyon hiányzik egy jó francia sajt. Úgyhogy jövünk mindjárt az SMS-ekkel, és még néhány hallgatóval. 7:30 múlt pontosan 2 perccel. Ákos elmondja a híreket. Megjött Merkel? Mi van? Itt van már? Még nem, de most amit nem tudom, hogy hallottál. Valami sziréna volt. Egy negyedórányi szirénázás és hosszú sor. Mert hát most mentek ki szerintem a repülőtérre. Ugye 3:11-től lesz lezárás a belvárosban, tehát én gondolom, hogy akkor. És 7:30-kor már kiment a fogadóbizottság. Hát valószínűleg ott, igen, ott körülnéznek, gyakorlatoznak, bebiztosítják. Pont azt beszéltük itt a lányokkal, be kéne ültetni egy 15 éves sötétített üveges autóba, és az szépen befurikázni a városba, és akkor nem lenne feltűnő. Ezt majd meg akarjuk kérdezni, 9 óra után hívunk egy szakértőt, aki elmondja, hogy ilyenkor mire kell figyelni, hogy óvják a Merkelt, mit csinálnak. Van egy csomó titok, amit az ember nem is tud, hogy nincs-e az tényleg, hogy egyébként egy fekete konvoj valahol elmasíroz, ő meg egy zasztavával ül, nem tudod, hogy kerülő úton áll a dugóba lánymányos sírös. Reggel ott Bóbiskola mellettem a metrón. Ha én nagyon védenék valaki, biztos, hogy nem a fekete konvojba ültetném, mert ott bármelyiket kilőhetik. Nem akarok mutogatni, de hát a Feri említette is, hogy nem ide parkolt, tehát nincs meg az autója. Gyerekek.
Azzal bevinnénk a nagyasszonyt. A fával. Tessék csak gyorsan beszállni ide. Az a baj, hogy nem lehet sötétíteni az asztalának a hátsó ablakát, tehát ott ő neki úgy kell beutazni, hogy fekszik a hátsó ülésre. De pont az a lényeg, hogy legyen minél feltűnőbb, akkor nem gondolod, hogy ott van. De csak nem? Felismerik, nem? Állsz itt az ülőjén a pirosnál, oda megy egy zasztava mellé, és ott ül a Merkel. Szerintem nagyon menő. Nagyon menő. Angéla, csókolom. Fie, nem rossz az Audi S8, vagy A8, nem tudom, mi a hozzák őket, de azért egy nem tudom, egy Fiat Multiplával bedöcög a Merkel. Terelésként érted, hátul a rakparton, miközben itt megy a fekete, akkor szerintem azért az elég jó. Na, jövünk az SMS-ekkel mindjárt. Jó, 7:30, pontosan 3 perccel itt vagyunk Ákos hírei után. 3-8 lesz, pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy friss közlekedés gyorsan. Azt mondja, hogy Vác-Budapest vonalon behalt a vonat közlekedés. 20 perc pihenő mindkét irányba vonatos Gábor küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valamint lerobbant a rabmobil az M5-ös 41-es kilométernél Budapest felé. A rabok szemében a szabadulás reménye csillog. Ezt leküldte nekünk szegény. Így van. És újra az SMS-ek miért jön hozzánk Angela Merkel? Hát, jó, köszönjük, ne! Értjük a Merkelt! Megbolondulok. Na, arról beszélgetünk, hogy magyar hallgatóinknak mi hiányzik külföldön. Ugye egy cikk érdekes dolgokat szedett össze, és ott azt mondják, hogy a liszttől elkezdve a füstölt árun keresztül az édességekig szinte minden tud egy idő után hiányozni azon magyaroknak, akik ugye külföldön élnek, vagy azért, mert ott dolgoznak, vagy nem jöhetnek haza. És hát pár hónap után tényleg nagyon elkezdenek hiányozni az itthoni ízek. Nem is nagyon tudja az ember pótolni ezeket. Én most azon gondolkoztam, hogyha lehetne ilyen kulináris kalandozásban részt venni, amikor azt mondják, hogy irány japán srácok, és akkor lehet, ott nagyon nagyszerű ételkészítők vannak, menjünk, csináljuk, hogy mennyi idő után kattannánk meg. Ti kint voltatok, ugye? Aha, most mindegy, amit szeretsz, ha mondjuk te a tájkonyát szereted, akkor tájföld. Hogy ti kint voltatok azért 6 hetet. Én nekem a második hét közepén már így megfordult a fejemben, hogy ölök egy kis valamiért. Annyi, körülbelül 2-3 hét, és pedig kész vagy. Tényleg, én nekem már ott látszott vagy. A reménysugár a második hét közepén, hogy gyerek, és mentünk át az étterembe, emlékszem, és azt mondod, hogy tök hogy finom, már minden, hogy de csak ne hogy ne, valami magyar. Finom, hát, csak ne. Igen, hogy valami olyat, amit te, amihez te hozzászoktál. Én egész jól éreztem magam itt ebből a szempontból Dél-Afrikában. Nekem egy pár évvel ezelőtt Argentína volt az igazi dráma. A hús-hússal vidék. Mert hogy ott csak hús volt. Sztékek voltak, meg ilyen barbecue-k, meg ilyen grillezett cuccok, meg én ott majdnem megőrültem. Tehát, hogy ott emlékszik Balázs is rá, hogy gyakorlatilag állandóan ez a krumpli püré, meg a sült krumpli, meg a nem tudom micsoda. Figyelj, de semmi, és hát deszertek tekintetében pedig ez egy igen. Halott sivárvidék. Igen. Itt van egy hallgatónk Dániából. Hello, Károly, jó reggelt! Hello, Károly, mióta vagy Dániában? Hát összesen 6 éve, 2007-től 2009-ig, mint tanuló, diák, aztán lediplomáztam, úgymond. Aztán 2010-től folyamatosan. Az igen. És mit csinálsz? Sertéstelepen dolgozok. Sertéstelepen dolgozol, mint? Igen. Hát, mint mindenes. Mint mindenes, aha. Tehát tulajdonképpen nekünk itt születéstől a vágóvig, úgymond kísérjük őket. Gondozzátok, kíséritek, majd elbúcsúztatjátok, és meggyászoljátok őket, szegények, igen. Na, neked mi hiányzik? Vagy mi az, amire úgy szoktál kelni, hogy úristen, de jó lenne már egy ilyet enni? Hát elsősorban az ilyen füstölt ételek, mint például a füstölt kolbász, egy jó hazai füstölt sonka a szalonna. Mik ez minden nap eszedbe is jut, ha egy ilyen dolgozol, hát akkor ott igen, ránézel az állatra, és éhes leszel, igen. Igen. Most nem igaz, hogy az egyik szociális helyiséget nem tudjátok átalakítani füstölőnek. Hol a magyar lelemény? Az egyik WC-ből érted ott. Megfüstölitek szépen. Nem, tehát a magyar leleményesség az határtalan. Tehát aki Rubik kockát csinál, az füstölt húst is. De az a helyzet, hogy maga a hús minőség az nem ugye, mint a hazai. Miért? Azt nincsen mak. Ja, nincsen egyébként. Skandináviának hát, nagyon vannak. De ők mit csinálnak a sertéshússal? Hát ugyanúgy meg kéne, hogy füstöljék, exportálják, meg... Tehát nagyon, tadánok, bocsánat, nagyon nagy mértékben fogyasszák a darált húst, aha. Akkor az ilyen szeletelt húsokat. Tehát azt mondják, hogy milyen egy igazi füstölt oldalas, így bepaprikázott, gőzök nincs. És volt olyan, hogy te vittél nekik és megkóstoltattad és ízlett nekik? Vagy hogy megmutattad? Nem. Tehát ők az ilyen dolgokat a fenntartásokkal kezdek. Tehát bármi, ami hazai, tehát nem Dániából származik, ők azt max turistaként kóstolják meg, de amúgy nem. Tényleg? Tehát ha vinnél neki itthonról, azt mondaná, hogy köszöni, nem kér?
Milyen érdekes. Volt főnökömnek vittem túróródítva, és hát magamnak, aztán volt nálam, azt megkínáltam, hogy ilyet még nem ettetek. Aztán az mondta, hogy hát köz, de nem is fog. Jó, a túróródi az Magyarországon kívül értelmezhetetlen. Tehát ezt lássuk be, hogy az igen, egy csomó igen. felé el akartuk azt indítani, oroszok felé is. Nem érti. Felé. Nem érti. Nem érti. Nem érti, hogy csokoládé túró. Nem érti. A túró nem érti. A csokoládét azt értik. Azt érti, igen, de a túrót nem érti. Hát a túróhoz az nem. És milyen kint egyébként, jól érzed magad, vagy szeretsz kint lenni? Hát az elején nehéz volt, de most már a mennyasszonyomat tettem vagyunk így, hogy már így már kicsit jobb. Tehát nem olyan magányos az ember. Meg hát itt a magyar kolónia azért elég nagy és úgymond összetartó, tehát nekem is sok barátaim vannak kint, aztán összejárunk, meg együtt karácsonyozunk, szilveszterezzünk, meg úgy. Ők is magyarok szintén? Igen, igen. Aha. Magyar mangalicák vannak? Nincs. Nincsenek? Nincs, semmi. Sem, hát miért is lenne, nem? Hát az, igazából ott a dándisznó van. Hát ott a dándisznó van. Ilyen hibridek vannak. Tehát így 5-6 fajból keresztetik össze. És ott mit kap enni? Vagy mivel letetik őket? Hát tápal tulajdonképpen, de olyan kémiai dolgok vannak benne, hogy nem értjük a receptet. Tehát kapunk receptet mindig. Ja, hát... De mit tudom én, árpa, rozs, szójaolaj. Hát ezzel sincs baj. Csak hogy vannak benne olyan kémiai összetevők, amik... Ja, és két csepp ebből a kis szépből használtunk. A jó magyar moslék meg a mak, azt hiányzik. Nem lehet már moslékolni. Moslékot már nem adhatunk, igen. Jó is volt. Mennyi minden eltűnt ott a disznóban, minden megettek. Például a kukoricát nem adhatunk nekik, mert nincs. Ja, hogy ja, hát igen, ezt mondjuk megmagyarázza. Vörös igazság, de azért, mert az sincs. Nem terem meg, vagyis megterem, de ők inkább silónak használják a teheneknek. Aha. Mert hogy nem éri el azt a kort, hogy tehát majd a kukorica szemed le tudják szedni róla. Pedig az éghajlat után lehetne simán. Majd 100 év múlva. Igen. Mert na, jó van. Az is mi? Jó munkát neked akkor, Károly, vigyázz magadra. Jó? Üdvözlünk minden magyart odakint. Ciao. Jó, Halli. Hello. Hello. Tehát, hogy van füstöltáru eddig, ugye? Ami igen, ami hiányzik. Ami leginkább. Igen. Túró Rudi, tehát a jellegzetes hazai. Szokásos klasszik. Egyébként hazai dolgok. Igen. Na, van még egy hallgatónk, itt van már is. Jó reggelt. Hello. Hello, sziasztok. Hello, Judit. Szia. Judit. Hello, jó reggelt. Hol élsz és mióta? Én Nottinghamben élek, Angliában összesen olyan 8 éve körülbelül. Na minden itt, na szép. Úgyhogy, igen. Mivel foglalkozol kint? Egy reptéren dolgozom, Nottingham mellett, az East Midlands reptérem. Reptér, gyepteret érted? Én mondom. Egy reptéren dolgozom. Nem, reptér, igen, így van. Na, de azért, ha valami nagyon hiányzik, nem ekkora távolság azért, te haza tudsz ugrani, nem? Jó lenne. igen. Na, és mi az, ami hiányzik, vagy mi az, ami, amiért odaadnád a barátod félkezét? Nagyon-nagyon sok minden hiányzik. Az ízek, maga az ízvilág hiányzik, mert itt Angliában minden íztelen. Tehát nagyon sok ételt adoptáltak, például rengeteg köri van, a lengyelek ugye tehát a lengyeleknek nagyon sok boltjuk van itt kint. Nagyon sok mindent meg lehet kapni, de szerintem nem jól használják őket. Nem nagyon használják az ételekbe, meg kényelmesek, tehát nem főznek. Ha nem rendel kaját? Én készételeket nyomlom. Lefóliázott vackok? Nem, még ennél is rosszabb. Tehát amikor én elkezdtem babysitterkedni 11 éve, akkor mikróba tettek mindent. Tehát nagy bevásárlás az annyi volt, hogy akkor mindent megvettünk, ami a mikróba megy, és akkor minden nap melegítettek kaját. Akkor volt az első kísérletem arra, hogy főzök egy krumpli levest, ami borzasztóan sült el, mert bementem a boltba, és kb. 7 féle krumpli volt előttem, amiről azt sem tudtam, hogy 7 féle krumpli. Tehát ez krumpli mondjuk azért nem akkora baj, csak mondom, igen. Hogy az, hogy van egy boltban egy átlagbolt 7 féle krumplit, az nem értelek. Én is rohadtul felhúznám magam, és az egyiket se venném meg. A kutya rohadjatok meg, csak az 7 darab krumpli. Miért kell egy ártatlan embert, aki krumpli pürét akar csinálni a családjának, 7 darab krumplival összezavarni. Na, miből csinálod? A, B vagy C krumpliból csinálod a krumpli pürét? Paradicsom, krumpli, paprika. Oda nyúlok, ott van. Ne rakjanak 7 féle krumplit, hát mi az is A krumpli addig nekem az volt, amit a mama felszedett a földből, tehát én nem tudtam, hogy 7 féle van. Akkor még nagyon fiatal voltam, mondjuk. De igen, tehát azóta azért az ember próbál főzni, próbál ugye otthonról hazahozni dolgokat. Kisebb-nagyobb sikerrel azért
sikerrel járunk általában. Ha most egy dolgot kérhetem ma reggel, az mi lenne, amit most tudnám megenni azonnal? Tehát ami most de jó lenne, úristen, ami igazán magyar, és ott nincs, és nem tudsz enni. A bajai halászlé. Egy bajai halászlé? Hát egyébként ez tényleg jó. Igen. Hát igen. Igen, hát mondjuk ez bajai lévén nem nehéz, de igen, egy bajai halászlé az jó lenne. Ez jó. És már 8 éve kint vagy? Hát összesen olyan 8-9 éve. És továbbra is babysitterkedsz? Mert mondtad, hogy régebben azt csináltad. Nem, most egy reptéren dolgozom. Ott is lesz babysitter. Hát ott is. Skóciába is éltem egy darabig. Na ott azért a haggis az jó volt. Istenem, de finom étel, azt te a birkát visszatöltik a saját belébe. Isteni. Mi ez? Nagyon jó. Haggis. Ez egy ilyen tradicionális. Tradicionális kaja kint. A birkát töltik vissza. Belsőségek, gyakorlatilag saját bélbe. Most mielőtt fölháborodunk. Elmondás alapján meg tudnék úgy halni, hogy nem kóstolom meg. Tehát, hogy úgy valahogy azt gondolom, hogy hűlöm. Elkiszem, hogy nagyon-nagyon. Ugye ezt mondtad a disznósajtról is, ami hát kvázi ugyanez a történet. Ott is igen. Ugye? Azt hogy szoktad falatozni? Azt hogy született ez az egész, tudod? Véletlenül. Hát, srácok, ebben semmi nem jó lesz. Töltsük vissza az egészt a francba. Valami lesz belőle. És nem is nagyon tervezel hazajönni egyébként? Hát igazából most már annyira nem, nekem a barátom is angol, és ő is mondjuk imádja a magyar konyhát, tehát azt mondta, hogy tehát ez az ízvilág, amit ad, tehát ő ezt nagyon-nagyon szereti. Aha. Úgyhogy ha megyünk haza májusba, Pesten leszünk egy pár napig, az első utunk a Feri éttermébe fog vezetni, ezt mondta a barátomnak, amikor Rigába voltunk. Úgyhogy igen, majd biztos, hogy megyünk jó kis magyar falodákba. Nagyon jó, az, helyes. Jó is az. Jól van, na jó munkát nektek odakint, vigyázzatok magatokra. Köszönjük szépen. Köszi, Judit. Sziasztok. Hello. 3 éve az Arab Emirátusokban élek, hiányzik a gríz. Ez milyen érdekes, nem? Ki gondolná? A paprika és a kedvenc teák otthonról szoktunk hozni. Klassz a műsor, Évci küldte nekünk. Aztán az osztrák ismerősömmel megkóstoltattam a Túró Rudit, azóta azon él. Tehát valakinek bejön Attila érte nekünk Sopronból. Azt mondja, hogy 25 éve a Kalifornia Los Angeles-től 10.240 km távolságra lévő Sajókazán élek, és rohadtul hiányzik már a napsüt, és a pálmafák, és a görkor is bulák. Gyert, ez jó. Igen, ezt Dávid küldte nekünk, köszönjük szépen. Hallgass! Miért szirenáznak? Merkel? Ja? Yeah. Na jó. Megölöm magam. Én is. Kiírom magam. Én csak egy hetet voltam Maláziában, de végén már ölni tudtam volna egy kis krumpliért, ezt Vera küldte nekünk. Minden országnak megvan a maga triumvirátusa, nekünk magyaroknak a sóbors, paprika, hagyma. Itt a ciprusiaknak az oregano, citrom, rózsavíz. Ezt teszik mindenre. Igen. Atya úristen. Zsófi küldte nekünk ciprusra. Rózsavíz limonádén kívül, én nem tudom, hogy mire jó. Egy csomó sütiben van. Igen? Sok-sok minden. Nagyon ízesítésre sok. Ja, tényleg valami fáncsba ettem, borzalmas volt. Tehát, hogy úristen. Fáncsba? Tud meglepetést okozni. Én inni szoktam egyébként ilyen jó. De tök egészséges. Limonádéba finom, de így. Egyébként igen, jó. Öcsém, Nokedli szaggatót kért Karira Angliába. 11 nap alatt ért oda a csomag. Luxemburgban élek 3 éve, és nekem az egyszerű kaják egy jó paccal, vagy egy minyon hiányzik. Na meg persze a napsütés. Gyöngyi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Az olaszországi munkám alatt azt mondja, hogy a tejföl, a kömény, a kenyér és a pékáruk, na meg a kapor hiányzott nagyon. És nem hiszitek el, de az igazi trapista volt, ami pláne. Jó a műsor, puszi Gina. Na mondjuk Olaszországban nekem a trapista nem hiányzik. Hát fura. Az biztos, szóval ott azért vannak jó sajtok. A jó nem? Magyar trapista. Főleg, ha arra gondolsz, valaki elhitette amit... velünk, hogy az jó, igen, hát. Hogy az egy jó sajt. Még vannak jobb minőségűek azért egy-kettő, vannak, de hogy azért... Vannak, mondjuk csak azok vannak, de nem csak jó minőség van szegény trapistánál. Az olaszoknál. Érdekes. De hogy kaprot nem találtak itt meg köményt, az se... Fura, egyébként igen. Jelenleg Japánban élek, konkrétan ez egy másik bolygó. Savanyúságot légy szíves. Most. Sanya küldte nekünk. De jó hallgatni, vagy látni, hogy ennyi helyen hallgatnak minket, nem? Japán, Anglia, Norvégia, Luxemburg, Arab Emirátusok, mindenhonnan. Nehéz volt őket megtalálni, nagyon kevés magyar él külföldön. 7 perc múlva pontosan 8 óra, ezt meg se hallottam, nem foglalkozunk ilyen dolgokkal, már is játszunk Óven bácsival és Beru nénivel, hogy miért, Merkel? Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét, de ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Ó! Jó reggelt kívánunk! Kezdjük, jó reggelt kívánunk! Hello, honnan hívtál minket? Ki vagy?
Anita is Svájcból. Anita! Svájcból. Svájc. Grüezi miteinander, jawohl. Német nyelvterület lehet. Tényleg? Igen. Jawohl. Igen. Svájc melyik részéről? Melyik tartományból? Német Svájc, Luzern. Tényleg dögunalmasak a svájciak, hogy 8-6 órakor minden bezár, és üresek a városok, és dögunalom az egész? Ez valóban így van, hogy nagyon lassú, oda meghalni menni érdemes körülbelül? Hát ugye, ha magyarként ide kijössz, akkor az első időszakban megőrülsz a temperamentumottól, még akkor is, hogyha nem vagy egy ilyen vérmes, nem tudom micsoda. Mert ezek itt olyan aludtejek, hogy az borzasztó. Jó, tehát bezár az üzlet 6 órakor, utána maximum benzinkút, hétvégén semmi nincs nyitva, 4 órakor szombaton bezár minden. Hatalmas parti arcok. Igen, szombaton, vasárnap maximum ilyen benzinkúton tudsz esetleg valamit vásárolni, úgyhogy hát, de mondjuk most otthon is hallom, ez lesz, mert vasárnap nem lesz nyitva semmi. Igen. Na, minél jobb, és mi. Igen, hát megy ideig. Hát mert kell a szünet. Igen, mert kell. És mit csinálsz kint Svájcban, Anita? Hát jelen pillanatban anyukáskodom. Babysitty vagy? Hát nem, hanem saját? Van egy 3 éves, van egy 3 éves kisfiam, igen. Ja. Másmilyen rendszer van, mint odahaza. Úgyhogy hát két napot jár egy héten az oviba, mert itt nincsen kötelező óvoda, csak 4 éves kortól. Úgyhogy most pont ma ovonalapunk van. És a papa Svájci? Elraktam a DVD-t. Igen. És ő mit csinál? Órás vagy csokit? Gyárt. De ő szerintem géndefektes. Szerintem frankon géndefektes, mert ha elmegyek vele haza, mindenki azon van meglepődve, hogy ez nem lehet svájci. Mert ilyen tök normális. Tehát nem ez a kockafejű, mint a többiek. Nem kockafejű. És te miért mentél ki? Szerencsét próbálni? Aztán itt maradtál? Vagy megismerkedtél a férjeddel, és hozzá mentél ki? Úgy. Igen? Igen. Mi össze lettünk vonálva, ismerősök által, és működött, hál' Istennek, úgyhogy így 13 éve már itt vagyok. És úgy találkoztatok, hogyha nem is beszélted az ő nyelvét, vagy nem beszéltél németül, és aztán egymással megtanultátok? Ő egy kicsit magyarul, te egy kicsit németül, vagy angolul, franciául, hát sokféle nekem, nyelvet használ. Nem. Nekem az óriási mankóm az jelen pillanatban az, hogy én beszéltem előtte a Hochdeutschot. Aha. És ugye itt meg a Schwitzerdeutsch megy, és óriási a különbség. És ezáltal 13 év után is ilyen keverve nyomom a svájci németet a Hochdeutschon, de mindegy, nem megértem őket. Csak mindenki Hochdeutschul akar velem beszélgetni, és ez egy idő után, így ennyi idő után egy picit úgy idegesítő. És van valami, ami hiányzik egyébként? Hát figyelj csak, ez nagyon érdekes. 13 év után már nem hiányzik semmi. Mert 13 év alatt már úgy hozzászokt ahhoz, hogy ez van itt, és hogyha hazamész, akkor tökörülsz neki, hogy anya csinál egy töltött káposztát, vagy egy töltött paprikát, úristen, hát az elején, amikor hazamentem, anya már mind a kettőt főzte sztereóba, mert annyira ki voltam rá éhezve. Az elején hordtam kifelé úgy, hogy a Jani mondta a túrórudit, meg a Balaton szeletet, meg a sportcokit, meg ilyeneket. Viszont amit a mai napig hozok, az a gyulai kolbász. Aha, te betárazol, és akkor szépen kiviszed, aztán ott lógnak a spejzban. Paprikás krumplit, azt nem lehet. Tehát a hiába a párom is mondta, itt is van kolbász, itt is van. Aha, van, csak nem az. Nincs, tehát abból nem lehet, azt kizárt. Nem ugyanaz. Fehér kolbász. Na jól van, ne játszunk akkor egyet, jó? Figyelj, Anita. Oké. Okay. Felkészültél? Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunéni, jó? Hallgass meg. Oké. Okay. Dugóban vannak. Aha. Hát, igen. Igen. Nyilván látogatod valaki egy másik gazdag országból, esetleg egy... Nagy káosz van. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! La 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 na na na. Ajja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 jj. Helyej! Hújjúj! Sokszor szoktam tudni, de itt most nagy bajba vagyok. Mutatjuk még egyszer, nem baj, meg lesz az, figyelj! La 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 na na na. Lövésem sincs. Magyar, annyit segítünk. Hosszabb részlet jöjjön? Hát, inkább igen. Jó, figyelj, kivettük a bögrét, figyelj. La la na 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 na. Na hát ez most már. Jaj. Aha, jaj. Nincs senki, aki segítsen? Nincs. Svájcban. Nincs ott egy szomszéd. Nem rohant át valaki. Miért nem segít senki? Milyen világ ez? Mutatjuk még egyszer, figyelj.
La la na 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 na. Na ja. Pedig tudom, és annyira mérges leszek, hogyha megmutatjátok, mert tudom, mi ez. Hát. Ez az izgalom, átka. Na, akkor megmutatjuk az eredetit, figyelj. Hát, jó. Nem tudom, mit tegyek. Ó, de jó. Egy jó kis piramis. Hogy utálom? Ja, miért? Igen. Egy hihetetlen jó szám, egy fantasztikus szöveggel és egy olyan dilemmával, amit egyébként szerintem minden ember megél. A világból ki lehet üldözni. A hanggal? Minden, az egész dallal. 10 pont. 10 plusz. Ez a kis rész is kiborított. Na! Hát, ez, igen, ez nincs meg. Ez nincs meg, Anita. Viszont a Janinak üzenném, na, hogy valami keményet. Megyes Svájcba sütíteni. Igen. Igen, mert én is azt gondoltam, hogy nem lehet semmit itt jobban, mert hogy mi hozzá vagyunk szokva, meg ugye túl sokáig voltam odahaza. Annyira finom sütik vannak itt. De jó, hogy de jó. Teszelás. Figyelj, hárma, hallod, hárma mennénk, az úti költséget tudjuk állni, Koszt, Várté, viszont jól jönne. Ah, nem probléma, nem probléma. Megoldjuk, ez nem lehet kond. Jók a sütijeik? Azt tudtuk, hogy a csokijaik nagyon jók. Igen. Na. Utána nézzük. Nagyon, de tényleg eszméletlen. Jó, mondjuk nem mindegy, az sem mindegy, hogy otthon sem mindegy, hogy hova mész, de itt Lucernben például van két nagy ilyen cukrászdalánc, vagy nem tudom, pékség cukrászdalánc, nagyon, nagyon komoly sütijeik vannak. Jó, Anita, azért nagyon ne kezdj el még takarítani, tehát az a kép azért megvan előttem, hogy Jani fotózkodik a svájci határon szelfizik, tehát azért ismerve János külföldi látogatását, azért ez még ebben a formában azért, még elég értett. Picit meglepődni, hogyha egy csöngetnénk, és ding-dong, ding-dong, kinéznél, és ott állnak hárman. Anita, az egész család, ott állnak kis bőrönjeink. Figyelj, Herzlik, mi a komment? Hát ez nem lehet probléma. Na jó, van, Anita, megoldjuk neked. Vigyázz magadra. Igen? Ha a sajtot szeretitek, na, akkor gyertek. Jó, akkor menjetek el a Hollandiába. De még azt elfelejtettem az előbb mondani a nagy izgalom hatására, hogy amikor én de kijöttem, én nem ettem a trapista sajton kívül semmit, mert ugye hát Balázs évjárata vagyok, úgyhogy hát mi hat voltunk hozzászok, vagy trapistával, meg trapista, esetleg egy kis karaván, óvári. Úgy. Na, ide kijöttem, konkrétan majdnem elhánytam magam, mert ezek a büdös, ez a fondű, raklett és társai. De jó. Szerencsétlenek tényleg, hogy tudnak enni. Jó kis sajtok. Aztán átáll az ember, megszokja, tudom. De jó, ezt most már úgy szeretem, igen, hogy nagyon. Most úgy, hogy, már. Hát, én azt mondom, hogy szerintem az elején, ha valaki külföldre megy, akkor minden hiányzik, és én szerintem most már beleestem abba az év, abba hozba, hogy örülök, ha hazamegyek, akkor csak magyar kaja van, viszont ha visszajövök, akkor már nagyon nem sok mindent hozok, mert hozzászok. Hát igen. Na, Anita, köszi, hogy beszéltünk. Hát, vigyázz magadra. Nagyon jók vagytok, puszi. Minden reggel hallgatunk benneteket. Ciao. Hello. Na, jól van. 8 óra múlt pontosan, 2 perccel jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Dráma van. Dráma van, jéghagy, túl sok szénrátot eszik. A Magyarországon a emberekenek a egy halmad az például. Jéka, ágassz, jelmen már. Nem tudom, de már nagyon liek, tudod. 8 óra 16 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ez itt a Morning Show a Klasszon, és azt látjuk, gyerekek, hogy Merkel tiszteletére havazni kezdett. Ennyi. Igen, de szép. Úgyhogy megmutatja ez a főváros, hogy milyen szép tud lenni. Egyébként is szép, de ha itt behavazódik minden, mire jön nagyságos asszony, addigra itt a sztárné. Így vagytok. Nagyságos asszony, mire megérkezik, addigra, gyerekek, itt gyönyörű hófehér lesz a hó, mint egy egyébként jótékony hatással fedi be a város azon részét, amik talán nem annyira szépek. Mi van ma a magyar költészet napja? Már másodszorra tolsz ilyet. Hát hogy is mondhatnám? Hát persze, hogy ilyen szépen fogalmazok. Hát ha belénk hallgat, érted? Hát ha ül a rádióba, és
És egy kicsit meghallgat, de és fordítják lesz? Neki, hát nem beszélhetünk csúnyán, hát szépen kell beszélni. Hát. Írj egy verset holnapra, legyen az a címe, ide jön a Frau Merkel. ide jön a nagyságos asszony. De tényleg havazik, nem? Szép. Te mondtad, most én is kinéztem, és szépen hult a hó. Hát ez szép. Azért jó, hogy lezárják a várost, mert akkor nem lesz letaposva. Tehát, hogy ő szépen fogja látni még a havasutat. Szép. Na? Ma nem is nagyon megyek, merészkedek be egyébként, eldöntöttem. Nem? Csak ki. Után, csak kifelé gyerekek a városban. Mindenhol lezárások, parkolás megvonás, tiltás, elvontatás. Szóval, hogy ma szörnyűséges állapotok vannak. Úgyhogy ma nem merészkedem be. A TEG biztosítja? Biztos vagyok, igen? Benne. Most azon gondolkodtam egyébként, hogy ugye innen jönnek a Hungáriáról a tekesek, hogy amikor mennek kifelé Kisferihegyre, akkor elmennek a nagykörös irányába, és akkor onnan csapatnak majd vissza balra, vagy pedig megfordulnak itt nem annyira szabályosan. Ők már mikor fordulhatnak? Nekik lehet. Bárhol, nekik lehet. Ők bárhol, bármikor. Ők bárhol. Előre megy egy motoros rendőr, odaáll, és már megy is. Én tudod, mire lennék inkább kíváncsi, hogy amikor lemegy a fogadás, meg a fotósok, meg mondjuk a miniszterelnök elő ketten maradnak, akkor csinál egy olyat a Merkel, hogy végre látja, hogy becsukódik az ajtó. Na, végre levettem a magas sarkomat, annyira nyomott. Ledobja a két cipőjét, érted? És kicsit átfaszírozza a lábát. Tehát ők is emberek, nyilván, vagy az egész egy ilyen nagyon viselkedős, nagyon protokoláris, nagyon megfontolt, minden mozdulat nagyon kitalál, vagy amikor ők négy szem közt maradnak, bármely politikussal, akkor van egy ilyen, kicsit lazít a nyakkendőjét, hát ledobja a zakóját, leveszi a cipőjét, földhöz vágja a magas sarkuját, iszik egy pohár, és azt mondja, na mondja, Gyuzs, akkor beszélgessünk. Na végre, rakjatok már be egy kis szodomot, zúzzunk egyet. De tényleg, hogy van-e ilyen, vagy végig feszengik két olyan, három olyan ember, akik ugye nem nagyon ismerik egymást, és akkor az amerikai, nem tudom én milyen miniszter, a német kancellárral, és az egész nagyon protokoláris, vagy lelazulnak-e annyira, hogyha az egyiket szorítja a cipő, akkor tényleg azt mondja, gyerekek, hadd dobja már le, zavar benneteket, dehogy zavar, dob le nyugodtan, és valójában ledobja. Nem? Ezek az izgalmas pontok. Szerintem egyébként nincs olyan perc, amikor ők egyedül maradnak. Tehát egy ilyen rövid látogatás, ami egy napos, ugye jön-megy, hát az meg annyira beosztott, hogy... Minimum hárman, mert egy fordítanak az ötkelemmel. Igen, meg ott többen ott vannak, tehát tolmács, ez az igen. De amikor mondjuk ketten maradnak, tehát amikor két amerikai, vagy egy angol és egy amerikai, vagy amikor az Obama meg a Cameron együtt marad, ott nem kell tolmácsot, nincs semmit, tehát tényleg bezárják az ajtókat, és mondjuk tárgyalnak. Van egy olyan rész, amikor fél óráig ketten maradnak, és azt mondják, figyelj, az ajtó, és akkor... Végre. Mikor napi rendi pontok? Hagyjad, láttad a Super Bowl? Hallod? Te figyelj, hallod. Katy Perry, megcsinál. Hall. Hogy mi a viszony, nem? Hogy mennyire tényleg távolságtartó, vagy valójában van egy ilyen kis ide-oda szólogatok, megbeszélem, hogy mit reggeliztem, miért úgy csináljátok a békönt, miért nem tudok ebben az országban egy normális feketét inni, de tényleg, hogy ti milyen ország vagytok, nem? Amikor az egész kicsit őszintévé válik, mert a nézet az egész egy nagy viselkedés, nem egy ilyen protokollális kézfogás, közös mosolygás, stb. Tárgyalás, de tolmácsok. De most itt el tudod kézni, hogy becsukodik az ajtót, és akkor azt mondja Angela Merkel, hogy Orbán úr, a legfontosabb, mi az a túra Rudi? Szeretném megkóstolni a túra Rudit. Nem tudom, én erre lennék inkább kíváncsi. De 9 óra után foglalkozunk majd ezzel, mert hogy felhívunk egy biztonságpolitikai szakértőt, és elmondja nekünk, hogy egyáltalán tényleg miért kell ennyire túlbiztosítani ilyenkor a fővárost, milyen intézkedések vannak, hogy kommunikálnak egymással azok fekete autók, amelyik valamelyikében ugye ott ül a Merkel, mi történik, ha támadás éri esetleg a konvojt, igaz-e, hogy ilyenkor a vércsoportját előre bekészítik egy-egy kórházba. Mi történik, ha piros lesz a szemafor a gyömrőin, lefele a határok irányába. Ott állnak. Akkor igazából semmi. Szóval sok mindent megkérdezünk, amit az ember nem biztos, hogy tud egy-egy ilyen látogatás alkalmával. Minden fekete autó kommunikál, mert akkor én is beszállok. Hát de már nem hiszem ez, hogy az órába belebeszél valaki, és akkor válaszol. De már nem hiszem, hogy így. De hát egymás között az autó kell, hogy kommunikáljanak. Igen. Persze. Hogy nem? Mi van, hogyha vészhelyzet van, vagy váratlan szituáció? Mit tudom, tekesség, meglátnak egy Q8-ast. Ugye, a Q7-esből. Szálljanak ki az autóval! Lefoglaljuk! Mit csinálnak az arra rengeteg virággal, amit kapnak? Átnézik-e a virágot? Van-e vízkostolója? Van-e ételkostolója? Milyen biztonsági intézkedések vannak, amit mi nem tudunk? Viszi? Hát ez az, egy csomó kérdés van egyébként. És mindig ilyen utakon kap egy csomó mindenféle dolgot. Azok ott állnak mindent a nappaliban. Tényleg, megnyitják az zuhanyt, lehúzzák a WC-t. Tehát bárhol lehet bomba. Mi van, ha Merkel kitalál valamit? Még meglát valakit a tömegben, egy kislányt, és oda akar menni elvenni a virágot. A vattacukrát nem. A vattacukrát, igen. Te kis takolja. Vagy szólnak neki, vagy kidönt az ő vezető biztonság
embere dönt arról, vagy a Merkel felülbírálhatja, és kiszállhat-e egy gyiroszos hoz. Nem mondhatja. Nyilván el volt példákat mondott. De mondok, de Merkel megéhezik, és megcsapja egy jó magyar kolbász illata kifelé gyorsforgalom, és azt mondja, hogy álljunk itt meg egy pillanatra, beverek egy kolbászt. Beverhet a Merkel egy kolbászt, ő a főnök, ha akarna. Nyilván nem akar, mert tudja, hogy nagyon jó kaját kap mondjuk a first classon, ha repül vissza. Vagy a biztonsági ember a főnök, és azt mondja, hogy hát sajnos nem állhatunk itt meg, bármit szeretne ön. Van, aki felülbírálja? Felülbírálja. Ön Frau Merkel. Tehát van, aki felülbírálja, vagy ő úgy gondolja, és megy a körúton, ő bemehet, lehet, és vehet magának valamit. Vagy csak saját felelősségre, hogy felteszi a szakértők, és azt mondja, hogy tessék, itt megvárjuk. Én szóltam. De hogy gondolod, hogy letekeri az autónak az ablakát, és akkor megcsapja valamilyen illat? Aha. És akkor... Mi ez az? Mi ez a szak? Bocsánat, csatornázom. Nem, az a másik. Nem, hát arra gondolok, hogy lát egy jó leárazást a H&M-ből. Tényleg, és ismerős neki. Igen. Aranyos vöcit csak veszek magamra. És beugrik. Tehát, hogy szerintem egy olyan zárt világ egyébként, amiről saját nem tud az ember, és valamit elhitetnek velünk laikusokkal, akik látják, de hogy a zárt világ mögött valójában mi zajlik, azt viszont kevesen tudják. És ez nagyon érdekes. Saját géppel jön például. Saját géppel jön. Van neki? Saját géppel jön. Igen. Menő. Hát azért a német kancellárnak azért nem. Hát most mi van járat? Érted, ha napi több járat van, első osztályon vesz egy jegyet, az ilyen. Vannak, akik úgy utaznak, de ő szerint saját géppel azért az... Az ritkán utaznak azért ilyen hivatalos látogatás a politikusok menetrend szerint járattal, tehát ezért így nem tudom... Vizerúton járat leszállt, azért ritkán történik. A fémkeretbe behelyezni azt a kézipontját. Plusz 100 euró. 150 milliliter laptop, esetleg vegyük ki a táskából, papucsát vegye le. Szóval azért ez így ritkán történik, hivatalos. Hát visszafelé is kellemetlen lehet. Hát kérem szépen, mi van ebben a szép bársonyos dobozban? Hát egy kard, kaptam egy Szabja ajándék, ha magyar miniszterelnöktől. Aha, ez nem fér bele, akárhogy is nézzük, sajnos. Na nézzük csak, mert élesebben. Bocsánat. Lacika, csak tartsod a papírt. Finoman megborotválják a Merkelt, én levágják szegények a haját, tudod, a ruhájába belevágnak, tehát ritkán jönnek. De van, amikor így menetrend szerinti járaton érkeznek. Biztos, hogy van ilyen izé, ilyen number nine. Vagy valami, tehát egy ilyen... Gondolom. Például készülsz a partnerednek amit magánéletéből? Tehát megkérdezi, hogy miniszterelnök úr, hogy vannak a gyerekek? Azt szerintem biztos. Hát attól függ nyilván milyen a viszony, de szerintem igen, nem? Hát azért ezt ők itt tudják egymásról, hogy kinek hány gyerek, férj, feleség. Tehát szerintem azért van egy ilyen felvezetése a beszélgetésnek, gondolom nem azonnal rátérnek, a kis nem? Hanem a kis Johán, a kis Brünildal... Hát nyilván találkoztuk, jó napot kívánok. Biztos. Első pontunk ma a mai megbeszélés. És akkor megmutatják egymásnak, így mind a ketten így benyúlnak a farzsebünk, vagy képeket. A blúzunknak a zsebünk, és akkor kiveszik a kis fotókat, és akkor nem ennyit nőtt tavaly óta a kis... Na ezt nem gondolnám, azért ezt nem gondolnám, de nyilván a politikus is ember, hát van aki valakivel egy kicsit jobban van, és szorosabb a viszony, és van akivel még nagyon hivatalos, protokoláris az egész, lezajlik egy fél óra alatt, megbeszélik, mennek. Tehát ők is azért nyilván szubjektív alapon van, akit kedvelnek, van akivel jobban vannak, van akivel kevésbé vannak jobban, nem. Tehát hogy ugyanúgy lehet, hogy valaki, mit tudom én, az Obama, meg tényleg a nem tudom, a Cameron, mit tudom én, fél órán keresztül megvitatja a Super Bowl eredményeket, mert mondjuk valójában kedvelik egymást, nem? És ez akkor kicsit elpriviznek. Meg egyre jobban összeáll a fejemben ez az egész, hogy mennyire ilyen jó kis találkozót lehetne összehozni belőle, hogyha nem lennének tényleg ezek a protokolláris részek, nem? Tehát, hogy ja, mi vezérünk is elővenni a fényképeket, és nézzük, Sára esküvőjéről, nem is mutattam még. De simán lehet, hogy megtörténik. Tehát, hogy ezt mondom, hogy ezért lennék kíváncsi arra, hogy mi történik, vagy mit tudom én, a Merkel valahol megszomjazik, akkor neki megisszák előre a vizét. Tehát hát van, nem, aki akkor ő már nem bírja meginni. Hát nem, mert akkor az üres üveg cikk. Igen, és bohó vagyok. És marad benne túl sok, bocsánat. Akkor hangra mertem, hogy nézd az üres üveget. Na meg ha ilyen hosszan ható, vagy későben ható méreg van benne, akkor most... Hát tényleg, akkor várnak, tudod, és nézik az órájukat. Valójában ez is a felhajtás, hogy valójában bántani akar őket valaki, mert szerintem ez nem itt dől el, nem? Tehát most az Obama körül is óriási felhajtás, meg nem tudom, de hát utoljára tényleg ki volt az amerikai elnök? Nyilván minden évben elmondja az amerikai titkosszolgálat, hogy 26 elnök elleni merényletet hiúsítottak meg, persze, nyilván minden nap lekapcsolnak valakit. Igen, ez egyik a kisaltenyésztők országos szövetségének az elnöke volt. Ki volt az utolsó? Talán a régen, nem? Aki ellen valójában merényletet próbáltak meg elkövetni. Hát azért az erősen a 80-as évek. Azóta
Azóta volt, most én nem emlékszem, nyilván nem biztos, hogy volt. A meghiúsítottak voltak, azt tudom, hogy egy csomó meghiúsított viszont volt. De ami annyira odáig elment volna, mint például régen esetében, az nem. Igen. Régen is, ugye, igen, olyan 80-as évek elején történt, ugye? Mikor őt konkrétan majdnem leülték, az kemény volt, ott az egyik testőr beugrott elé. Igen, és hát gyakorlatilag... Ott lerángatták a földre, van, ugye? Ő fogta fel gyakorlatilag a testével. De azt hiszem, hogy őt találat is érte. Régent eltalálta egy golyó. Igen. Egy fiabust meg nem tudták eltalálni, mert teljesen kiszámíthatatlan volt. Tehát, hogy ő soha nem lehetett tudni a következő pillanatban, mit csinál. Most ott kéne már legyen. Cica! És akkor megindult valamilyen irányba. Luffy! Igen, ő nem volt túl okos. A Budabács! Együtt járnak a vonalat, sárga bogarak, nézzek, hogy csinálnak. Lehajolt, és úgy került el a lövés, mire, hogy lehajolt a Bodobácsi. Dupla bogár. Igen, és ahogy mögöttem már volt egy halott, de ő észre se vette. Észre se vette, azonnal. Jaj, a fűzőbe lesek. Igen. A legtanulságosabb kép tényleg a buszról, amikor bejelentették 2001. szeptember 11-én, hogy belerepültek a tornyokba, ugye az utasszállítók is. Ő valami óvodában mondott valami mesét a gyerekeknek. És ugye, ilyen arccal. Bejött a titkosszolgálati vezető, és belesúgta a fülébe, hogy hát megtámadták, lépni kéne. Tudott, buszi ránézett. Szerintem nem olyan bánta, hogy hol, és még negyed óráig mesét olvasott utána. Tehát hogy a reakcióidő azért az, hogy ha csak nem tudott róla, nyilván. De egy érdekes volt. Utána még a 10 percen keresztül vidában mesélt a gyerekeknek, tudod. Igen, köszönöm. És akkor Babszem Jankó. Mondjuk én őt nagyon nem kedveltem. Sok szempontból nem volt szerethető. Sok tekintetben egy mély pont van. Na jó, szóval megpróbálunk ezeknek a kérdéseknek utána járni, hogy mi történik ebben a számunkra meglehetősen zárt világban. Mi történik, ha jön Putyin, ha jön Merkel? Na, még egy picit van, beszélek. Mi van, már rohansz, vagy menned kell? 10 óra. Orvoshoz kell menned. Például az is érdekes, hogy most laikus a kérdés, nyilván teljesen laikus, kicsit túl laikus is, de hogy például a meghívás hogy zajlik? Ki hív meg kit ilyenkor? Hát miért? Hogy van, Merkel meghívatja magát ide? Hogy nem, jönnék hozzá. Ez is egy érdekes dolog, ugye, hogy valaki valahova bejelentkezik. Nyilván nem a két politikus beszéli meg egymással, tehát nyilván vannak sokat képviseletek. Sokat hallottam a Bajai Halászléről Orbán úr. És kacsint egyet. De értem. Gyufatisztával. De nem arra gondolok, hogy az egyik vezető fölveszi a másik vezető, felhívja a telefon, és azt mondja, gyere már át Józsi májusba. Jövök Józsi májusba, és átjövök hozzád. Csak hogy a nagykövetségeken keresztül... Ki ez a két Józsi? Várjál, mondok olyan neveket, hogy ne tudd beazonosítani. Ja, jó. Tehát Orbán Józsi. Nem, Józsi hívja. Hogy keveredik bele ebbe a sztori, mert nem is tudtam, hogy ekkora kutya. Pont rá gondoltam, a 100 fok Celsiusból, Orbán Józsi. Ha ő lenne a miniszter. Tehát, hogy a nagykövetségeken keresztül intézik ezeket, de valójában hogy néz ki egy ilyen meghívás? Vagy például, ha az egyik nem akarja meghívni a másik felet, van olyan, hogy az egyik felhívja, és azt mondja, hogy nem, jó lenne, ha már úgy meghívná, nem? Vagy nincs ilyen, hogy az egyik meghívatja magát a másikkal? Most van egy naptár, hogy mikor hívtak meg utolja, vagy hívott meg? Hát most már kéne jönni. De most miért nem mondjátok, hogy nekik nincs meg egymás telefonszáma? Tehát, hogy két ilyen ember nem tud egymásra rácsörögni? Tehát azt csak nem hiszem. Azt miért? Én nem hiszem. Hát, most két. Az el tudom képzelni, amikor a Putyin a Merkelt fölhívja, vagy a Putyin az Obamát fölhívja, van egy bizonyos védett vonal. Aha. De ezért én nem hiszem, hogy minden államfő mindenkire csak úgy vidáman rácsörög. Hát na, mi a száma? 0-30? Ilyen kettők a magánszámra. Nem alszol! Kejjön! Vagy... De nem lehet, hogy téves hívás. Azért ezt így kevésbé tudom. Én se alszom, te se aludjál. Tehát ezt így nehezen tudom elképzelni. Alszol már? Most, bocs. Ja, igen. Vagy még csak ennyi, ez ja, nincs idő, na mindegy. Vagy szimultán sakkoznak, tudod, vagy torpedoznak. Szóval, hogy át... És nem lehet, hogy mit tudom, egy téves hívás. Tudod, a csörök, és akkor... Oh, Angela, bocs, a merényit akartam hívni, csak aztán vak bele. Na mindegy, hát nem akarsz átruccani ország, valamikor lezáratjuk a gyorsforgalmit is. Vagy például az is egy jó kérdés, hogy például Putyin és a Merkel. Igen. Azonos biztonsági szinten vannak, ha mondjuk ide jönnek? Vagy a Putyint jobban védik? Nyilván a saját embereit hozza mindenki, tehát a magyar tek is gondoskodik arról, hogy a Merkelnek ne legyen semmi baja, de a Merkelre vigyáz a saját biztonsági főnökkel, a saját embereivel. Nem mond nekem még egyszer, hogy tek is. Olyan megalázott.
De például a Putyint jobban szerintem biztosítják, mint a Merkel. A Putyinnál jobban senkit nem biztosítnak. Szerintem ő de ráadásul, saját magát. Így van, saját magát. Tehát ő saját biztonságtechnikai szakértő, és ő biztosít presztízs kérdést nyilván belőle. A Merkellel hányan voltak? 30? Jó, akkor minimum 40-en legyenek. Jó. Nagyon, nagyon kíváncsi vagyok ezekre a kérdésekre egyébként. Főleg arra, hogy mi van egy politikus jó arc, és improvizál. Tehát és az Putyin az egy tigris hátállovagolva jön? Én improvizálnék. Tehát basszus, ha nekem nagyon kellene pisillem, és jönnék be a reptéről, és látnék valahol egy Burger Kinget, és mindjárt összepisillem magam. Én bemegyek, álljunk meg a rohadt élet, bemegyek. Tehát egy Merkel, ha neki nagyon kell pisilni, egyébként megállíthatja a konvojt. Hát, vagy van, aki megmondja a Merkelnek, hogy már csak fél óra, és ott vagyunk, tartsa vissza, nagyságos asszony, érted? De igazad van egyébként, és valójában logikus, és ráadásul a Market Centralban pont burger. Azért ez megmondja, hogy kinyílik a lesötétített ányolc ajta, és rohan a Merkel a burger. Igen, elnézés. Összetett ki elő, a mellkasán összefont kézzel, hogy ő szökott, onnan nagyon... Bocsánat, emlizel, de fogyasztani is kell. Csak a számlával tudsz bemenni, és az egy alkalmazott, aki nem ismeri fel, megállítja, hogy itt most vagy iszol egy eperséket, mama, vagy, vagy nem pisülsz. De itt 100 forintot, ha nem adsz le, vagy nem eszel egy sajtburgert, itt te nem pisülsz, mama. Az igazi baj egyébként nem is a burger, hanem a neki belenne, mert oda kell a kód. Igen, vagy a számla, igen, fogyaszt, kötelező érte fogyasztás. Szóval ezek érdekes dolgok. Gyorsan dolgot. Egy forró gyümölcsös táskát! Már hát éred el a kód! A kód! Mennyi a kód? Na mindegy, jó van. Na, utána járunk ezeknek a kérdéseknek, jó? Nyilván a fele értelemszerű a humor, de mégis azért fontos dolgok. Talán leesett neki. De mégis csak megkérdezzük ezeket, úgyhogy jövünk mindjárt a részletekkel. 8:30 volt pontosan 3 perccel. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 van, egészen pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és hát igen, már február van, ráadásul február 2-a, magunk mögött hagytuk a januárt, semmi szomorú nincs ebben. Bizomány. Nem? Ahogy Vili bácsi szokta mondani bizomány a barátok közben, igen, amikor laza. Bizomány. Igen, bizomány a bizonyám helye. És így lazázik. Hát, ott is el kellene egy vérfrissítés. Bizomány, ez a duma. Aha. De ez már 10 éve megy, nem? Tehát, hogy ez egy, nem egy új. Igen, ez kemény. Kb. Fél óra múlva szabadul az M3-as, ezt mondták a rendőrök. Több hallgatónk jelezte, igen, hogy ott megállt a forgalom. Még fél óráig tartsanak ki. Zoli küldte nekünk. Baktól Gödöllőig áll a 30-as is. Valamint a 83-as fiú gyarmattól jégpálya. K83 üzente nekünk. És többen kérdeztétek, hogy honnan áll az M3-as Pest felé, egészen pontosan Gödöllő utántól már beállt az M3-as, úgyhogy próbáljátok kerülni. Jó? Van, aki azt írja, hogy egyébként nem kell fél órát várni, bármit is mondanak a rendőrök, mert hogy feloldották az M3-ast, csak nagy a dugó, és emiatt lassú a haladás. Lehet, mi nem vagyunk ott, de mindent beolvasok, amit küldtek. Na, de ők egyeztették az óráikat az akció előtt, tehát ők tudják. Ők tudják, igen. Mindenesetre most lehet menni. A Gyömrői út befelé áll, de a gyorsan csak úgy suhannak, ezt Edit küldte nekünk. Valamint nyúlon egy Seat Cordobából a Balaton felé haladókat lézersóval szórakoztatják. John Connor küldte nekünk. Köszönjük szépen. Egyeztessük az óráinkat. Az nem jó, az mutatós. Nem tudja leolvasni. Tanányi Pétert hívjuk majd a 9 óra után, és ezeket a kérdéseket mind fel is tesszük neki, amiről beszéltünk és itt a hírek. Örülni fog ezeknek. Örülni fog. Egyébként nagyon jó arc, meg ő könyvet is írt rengeteg témában. Igen, ő biztonságpolitikai szakértő, és sok mindent tud erről az igencsak zárt világról. Ő védte az idősebb Bush-t, vagy ő szervezte, amikor itt volt? Köze volt hozzá, így van. Azt igen, hiszem, hogy igen, neki volt igen, hozzá igen, elég igen, sok igen, igen, igen. Azért képzeljétek el, az oroszokkal együtt dolgozni se lehet könnyű, nem? Gondold el, mikor megérkezik a Putyin, és hát ugye jön a világ egyik legjobban túlbiztosított ember, állt, az őt biztosítják a legjobban, tényleg. Tehát az oroszok nem szórakoznak. Jó, mondjuk nekik van belőlünk, egy pár évtizedig dolgoztunk velük együtt. Hát igen, igen, igen. És közös nyelv, megvan. Igen, de hogy az is mennyire kemény lehet, nem? Amikor így idejönnek, mindent tudnak, ők intézik, és tulajdonképpen itt mi csak asszisztálunk szerintem, nem? Vagy biztos van olyan, amiben egy magyar fölülbírálhatja például egy orosz biztonsági szakember? Meghallgatják a helyismeret, kabinetfőnököt, vagy... Itt a helyismeret lehet szerintem, ami az igazából dominálhat, nyilván a különböző
különböző ilyen biztonságpolitikai, meg biztonsági szempontokkal, ők is tökéletesen tisztában vannak, hát ott is valószínűleg ilyen magasan képzett szakemberek vannak, de a helyismeret az szerintem az megfizethetetlen egy ilyen esetben, tehát hogy a tekre mindenképpen támaszkodniuk ebben a dologban. A másik meg az, hogy szerintem már hónapokkal azelőtt, hogy ideérkezne a politikus, ők már ugye ezt tudják, és már itt vannak a szakértők, és felmérik az egész várost ebből a szempontból. Lepróbálják például, hogy mi van akkor, ha te megérkezel, mint Putyin a Liszt Ferenc repülőtére, és akkor, hogy erre azt így nem hiszem, azt már én nem hiszem, nem. És akkor megy egy statiszta, és akkor emlékeztünk volna, hogyha ez így lepróbálják, mert akkor biztos írta volna az újság, hogy milyen fura látvány nyújtott a Hungária körúton az az ember, aki vélt lovagolt egy szibériai tigrisen. Igen. De hogy én azt értem például, hogy brutál túlbiztosítás, mesterlövészek, stb. És jön a Putyin, vagy a Merkel tényleg. De hát ha mondjuk ők beszédet tartanak egy olyan téren, ahol ott van mondjuk 5000 ember, 10000 ember, hát akkor nem most lesz. Akkor mindenkit leszednek. Igen, ami nem most lesz, mert ugye most a Merkelnek elég sűrű a program, és nem tart így beszédet, de sokszor történik. Azt például, hogy biztosítják, hogy ott valami félőrült a harmadik sorból, ez csak ne vegyen elő egy fegyvert. Nem néz, nem léptetnek be mindenkit erre az eseményre. Hát, hát van, amikor ők olyan helyeken beszélnek, ahol egyébként bárki oda mehet, nem? Hát, de ez tehát a bárkit, ebben nem vagyok biztos. Meg ott, hogy na, de mondjuk 10000, 5000 ember, hogy kiáll a Kossuth térre beszélni, akkor lekordonozott körbe, és csak úgy lehet bemenni, ha mindenkit átnéznek. Szerintem ott egy kordonnal tartják a távolságot a beszélő politikus és az emberek között. Tehát, hogy ott van egy ilyen biztonsági Egy távolság? Igen, biztonsági sáv, amit nem hiszem, hogy át tud hidalni, csak egy, hogy hívják, jó persze, mit tudom. Igen, lőni, azt azért igen, meg oda lehet hajítani egy kézigránatos, de szerintem na jó. Azért ezek ilyen extrém esetek. Megkérdezzük ezeket, játszunk egy jó kis hármasugást, és utána felhívjuk Tarjányi Pétert, ő egyébként tényleg jó fej, meg nagyon nagy szaktekintély a témában. Most viszont játszunk, már itt is van a játékosunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, halló! Szevasztok! Hello, Rita! Rita vagyok, igen, én nagyon izgulok. Te na, vagyok. Jön a Merkel, mi? Mindenem, nem... Azt sem fogom tudni, hogy hívna. Az nagy baj, de hát... Van, aki segít, vagy egyedül? Van. Honnan hívtál minket, Rita? Budapestről, mit csinálsz? Kertész vagyok. Kertész? Az nagyon szép. Mit csinálnak ilyenkor a kertészek? Hát ilyenkor kezdjük ültetni a krizantint. Hát meg mást is lehet, cimulát. Aj, de szép az te. Csiklament. Fityula. Nem fityula. Ja, primula. Fityula. Ez egy nyugis meló. Valentin napra. Ez ilyen nagyon meditatív meló a kertészkedés, nem? Olyan nagyon nyugis, meg hát, jó környezetben. Igen. Nem egy stresszes munka, nem? Hát az egy viharnál tudsz izgulni. Hát, hogyha permeteznek, akkor éppen nem biztos, hogy vegyszermentes, tiszta környezet, de akkor nem vagyunk bent az üvegházba. Hát jó, de nem stresszelitek túl magatokat, nem. Azért az, hogy úristen, holnap permetezés van, és mindenki remeg a lába, hogy Jézusom, holnap permetezés van, tehát hogy nem egy igazán stresszes. Istenem, mert holnap terítjük a mulcsot! Na jó az. Na és most ki segít neked, Rita? Hát itt a kolléganőim. Kolléganőim. Szintén igen, kertészek. Igen, három. Hát négyen vagyunk összesen. Négy kertész? Hát igen, helyel közel. Meg egy állattenyésztő. Hát akkor minden. Na, nem. Az nincs. Mindent tudni nincs. Fogtok. Kémikusunk van, egy kémiai kérdés az jó. A kémiai kérdés az jó. Van kémiai kérdés? Az, igen, nincs. Az nincs. Az nincs, de gyorsan írok egy primulásat. Az jó, az nagyon jó. Az jó. Na, de milyenek egyébként? Könnyű? Szerintem könnyű. Remélem is. Könnyű. Na. Mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés nyakbaakasztóért. Melyik a világ legnagyobb óceánja? Nem csendes óceán. Így van, hát ennyi. Menjünk tovább? Menjünk. Így szól a második kérdés. A 20. század melyik évtizedében járt ember a Holdon? Melyik évtized? Még csak nem is a pontos évet kérdezzük. Hatvanas. Hat, na, így van, bátran, 69-ben. Hát igen, remeg a lábam. És a harmadik kérdés. Mit csináljunk vele? Hát menjünk tovább, hát ha. Igen, mindenképpen? Ne álljunk meg inkább, és ne vinnem vissza, de hát a fixet? Utána bumozok egy jó nagyot, itt folyosón vagyok kint. Jó víz hangzik, jó nagy lesz. Budapesti vagy? Igen. Akkor fuss neki. Na, megnézzük. Itt szól a harmadik kérdés. Melyik költőnk szobra látható a Nemzeti Múzeum főbejárata előtt?
Nemzeti Múzeumban. Nagyon szép szobor kompozíció, a fő alakra kérdeztünk most rád, mert az esetben. Nyílt az ajtó, valaki bejött. Arany János. Arany János? Igen! Na jó, bátran! Ki volt az illető, aki lesugta? Hurrá! Ki volt az illető? Igen, sugtak, mert Petőfire gondoltam. Ugye? Ezért volt beúratos. Igen, ki segített? A kémikusunk. Ja, jó, azt jöttünk. De szerencsére bejött a szobába egy irodalomtörténész. Minden kertészetben van egy. Az jól jön, igen. Na, egy jó kis kémikus, aki ráadásul ebben is tudja jó. Tudja a magyar irodalmat. Igen, tudja. Játszottál már velünk itt idek a hallgatók? Most én nem ismertem meg a gondolatot a hallgatók. Igen, játszottuk már valamikor? Igen, hát a Fekete-Fehér Igenben. Nem be. Mikor? És a Óven bácsi Beronon. Na jó, Anna. Hát ezt már tényleg. Az most már. Olyan nehezen kerültem be ebbe a hármas ugrásba, hogy nagyon. Aha. Nagyon. Sőt, még a Szecskában is egyszer sokkoztunk. Hallgatunk. Jó, nem baj. Ott vagyok csak a kitelepülésem, mindenhol. Persze, nem baj, csak felhívtuk a számodat. Jó. Jó, az nagyon jó. Csak pozitívra, nehogy a feketére pontot. Nem kaptok fekete pontot. Nem, megadjuk az emlékcsomagot, nem így, baj. Elküldjük a kémikus. Nem, Annának nincs. Annának ugrott a fizetése, jelentős része. Jó, már itt megvan az emlékcsomag, küldjük neked. Köszönöm szépen, köszönjük. Adjunk lehetőséget másoknak is, akik még nem játszottak, jó? Jó, köszönöm szépen. Add a kémikust. Adjam a kémikust? De, hogy is, nem erre gondoltam. Köszi a játékot. Most adja? Várj. Azt mondta, hogy semmiképpen. Elmenek. Nem akar. Jó van. Na, köszi a játékot, ciao. Sziasztok. Köszönöm szépen. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Háromszor játszott, gyerekek. Hát ez igen? Tényleg. Az már. Júli megfedi az Annát, vagy mi? Így intettél neki, hogy mennyi is csinált. Tenyérrel vagy ököllel. Fej vagy gyomorra. Nem, aki kétszer játszik, mert véletlen becsúszik, ez nem baj. Neki már végig menetel mindenen, ott már erős nyeremény vadászat szagot érzek, nem? Ugye? Hogy mind a három játékot megnyertem a Morning Show-ban. Igen, szeretem, olyanok játszanak, akik még nem játszottak. Na jó, van 5 perc, van pontosan 9 óra. Jövünk akkor tehát, ahogy beszéltünk. Biztonságpolitikai szakértőnkkel, Tarjányi Péterrel, aki elmond nekünk, na és már nézd, már jön mentegetőzni, figyelj. Na, jó van. Nem úgy volt. Még beteg vagyok, még az influenza. Nem úgy volt. Nem nyerte, nincsen csomagja a szerencsétlennek. Az igaz, hogy játszott már Óven bácsi Berunéni, de egyetlen egy nyomorú, és augusztusban játszotta ezt. A szerencsétlennek. Már ugye így? Tehát, de hogy tényleg. Mi is megsajnáljuk, hogy igen. Tényleg szegény még nem. De nem nyert még, tényleg. Társasházi szomszéd, rokon, barátnő, mit kell róla tudni, mesélj. Kifizetetlen kertész. Számla az irányába. Igen. Névnapokra rajt csokrot küld Ponyickieknek esetleg, vagy mit kell róla tudnunk? Hogy de ha átmegyünk hozzád valamelyik nap tavasszal, és ott lesz a balkon ládában egy pár csomag szép primula, akkor tudni fogjuk. Akkor tudni fogod, meg egy kis krókusz. Igen. Na jó, igen. Ja, akkor nem nyert, akkor nem. Megvan, bocsánat. 4 perc van pontosan, 9 óra, jövünk a hírek után. És most... Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 9 óra múlt 9 perccel szép reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk, és folytatjuk a Morning Show-t itt a Klasszon. Szombathely előtt két róka nézegett az M86-os útszélén a kerítésen belül. Ezt Bandika küldte nekünk. Takács és Gyarmat között az út tükörjék, mindenki vigyázzon. Aztán Békés Csabán szakad a hó hajnal óta, kézzel sóznak egy busz megállóban. A takarítógépek merre járnak, iszonyatosan csúsznak az utak. Egy tájékoztatás nélkül maradt lakos küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Trafi az M2-es Gödi lehajtójánál Pest felé, üzeni Péter, az M3-as Gödöllőtől Budapestig Szerencs utcáig 10 perc, ez egészen jó hír. Andi küldte nekünk, valamint aki teheti, a Bimbo utat felejtse el, 3-4 órája itt állunk, lehet, hogy a Szél Kálmán tér miatt, és még vesze van a Margit körút ez is. SMS-be jött, és egy utolsó M1 Lébény 142-es kihajtójánál lézerezik a Pest felé haladókat. Ezt kis bukta küldte nekünk. Köszönjük szépen. Köszi bukta. Köszi. Na, Buda elesett. Minden út K.O. Hát igen.
felejtsétek el az autózást, ezt ugye mondtuk mi is, meg mondta mindenki, hogy a ugyan pesti rész, de az mindig áthat Budára is. Uh-huh. Meg Budán most egyébként is van baj. Igen, és ebben a sávon esik most az eső az ország, illetve a hó az országban. Hó esik most? Hát most igen, már csak ilyen. Havas eső, hó? Itt. Hát Lőrincen például hó esik. Ja, ne haragudj, hát a Lőrincén mindig a jobbat meg kapják. Tudom, hogy jó az a szemüveg, Feri, de azért mindenhol nem látsz el. Ez így igaz. Itt az Üllői út, persze itt eső esik, de ott Lőrincen, érted? A Himalája lábánál, az Alpok bejáratánál, az Ardennek alatt, érted? Hát ott megértem. Így van a Szent Laurens Yeti otthonában. Az Atlasz-hegység indulásánál és startvonalánál persze, hogy jó esik. Na, gyerekek, annyi költői kérdést tettünk föl itt az igen, elmúlt egy órában Merkel látogatásával például, kapcsolatban. Például, hogy kinek a szobra látható a Magyar Nemzeti Múzeum előtt. Az is egy költői kérdés. Az is egy költői kérdés volt. Felhívjuk Tarjányi Pétert. És rengeteg olyan dolgot megkérdezünk tőle, ami laikus kérdés, ugyanakkor szerintem sok mindenkinek eszébe jut. Az útvonallal, a merényletekkel, az ételkóstolással, a biztonsággal kapcsolatban, amit ugye és nem hát tudunk. A pisilés. De akár legyen hát szó tényleg egy egyszerű pisilésre, hogy megállhat-e Merkel néni pisilni egyet valahol, ha úgy szeretne, vagy pedig valaki ezt megtiltja neki. Ki a főnök, nem? Uh-huh. Nem okoz ez zavart a neve? Miért állunk meg? Merkel. Igen? Köszönöm. Jó, hogy 4000-szer sütöttük el eddig ezt. De hát, és még bele fog férni szerintem 10-ig egy párszor. Itt van velünk Tarjányi Péter, biztonság politikai szakértő. Hello Péter, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Na hát nem tudom, hallottad-e az elmúlt egy órát, de tele vagyunk kérdésekkel. Úristen. Na, figyelek. Például, amikor ők jönnek befelé Ferihegyről, akkor a konvojban az autók kommunikálnak egymással, gondolom én. Nem? Ott is van egy vezető autó, aki a főnök. Hát nem, van egy felvezető, előfutó, igazán ez az az autó, ami szól a többieknek, hogy azzal, hogy a terveknek megfelelően kidolgozták, jó az útvonal, tehát mehetnek, vagy nem mehetnek, illetve hát a konvojon belül is van egy parancsnoki kocsi, ami irányítja az összes többi autónak a tevékenységét, illetve van egy olyan autó, ami a kommunikációért felel, hogyha nagyobb delegáció, tehát kiemelt vezetőről, például az Egyesült Államok elnökéről beszélünk, az autók között van olyan, ahol egy ütköző csoport tartózkodik, van olyan, amelyik közvetlenül az elnöki géppel, illetve műholdas kommunikációval foglalkozik. Tehát azért ez egy eléggé bonyolult helyzet, és rengeteg autó van. Tehát tényleg van olyan kocsi a csapatban, aki, hogyha itt az Üllőin, a Nagyváratérnél keresztbe áll előtte egy 1-2-es Lada, akkor az minden további nélkül keresztül fog rajta gázolni? Hát ez nem fordulhat elő, hiszen le van zárva az egész útszakasz. Tételezzük fel, hogy kijátsza a rendőri kordont. De nem tudja kijátszani a rendőri kordont, mert hogyha ezt megteszi, akkor, illetve hogyha megtenné, akkor az előfutó azonnal egy olyan terv szerint jár el, amiben adott esetben el tudják vinni más irányba, vagy adott esetben ki tudják kerülni. Tehát az első autó a vezér mindig, és őt követi a többi? Nem. Mondom, felvezető autó. Felvezető autó. A felvezető autó az adott esetben fél kilométerrel, vagy akár egy kilométerrel előrébb is járhat, illetve vannak motoros előfutók is. Tehát azért az, hogy egy 1002-es Lada egyszer csak becsapódjon jobbról vagy balról, ez azért elég. Az olyan van-e például, hogy megy a négy leső sötétített autó, de az egyikben sincs ott az illető. És valahol egy Fiat Multiplába egyébként a Soroksári úton zögykülődik befelé, és mondja, hogy elnézést, Tényleg elindult az agyatomban reggel. Csak kérdezem, hát ha valaki lőni akar egy tetőből, mondjuk nyilván Budapest nem ilyen hely, de hát akkor ott kiemelten a négy fekete autót látja. Általában védett vezetőhöz kapcsolódóan ez a fajta trükk nincs meg. Nincsen. De volt olyan tanúvédelmi történet az elmúlt 25 évben itthon, ahol például ez a trükk azért előkerült. Hogy ment a konvoj, és közben ő valahol egy... És ő közben máshol volt, de mondom, ez nem politikushoz, hanem például a tanúvédelmi programhoz kapcsolódóan előfordul. Ki a főnök ilyenkor? Tehát ha Merkelnek eszébe jut valami, hogy ő valahol megállna, tudom, hogy keveset improvizálnak, nyilván teljesen direkt teszem fel ezeket a kérdéseket, vagy pisilnie kell, vagy ő azt mondja mondjuk a piros lámpánál, hogy álljunk meg, baj van, nem érünk el. Vagy van a rokonai Béla telepen Lőrincen. Igen, és pont ott van a Gyömrői mellett, jobbra. Mondjuk ő is ember, és bemenne pisilni. Akkor van, aki őt felülbírálja, vagy mégiscsak ő a kancellár, hát ő dönti el, hogy mit szeretne, ilyenkor a csapat alkalmazkodik, és biztosítja mondjuk a gyors éttermet, ha mondjuk a Merkel be akar menni, ne adj Isten.
Hát ezt azért bontsuk ketté, tehát van az egyik, amikor tényleg ki akar pattani, mert hogy például Gorbacsov annak idején az Egyesült Államokkor kiugrott az egyik útkereszteződésbe, és elkezdett beszélgetni az emberekkel, tehát van ilyen spontán megnyilvánulás, ez a biztonsági személyzetnek a rémálom, mert hogy előtte van egy egyeztetés, és azért a politikusok, főleg a top politikusok a mindennapokban hozzászoknak ahhoz, hogy őket védik. Tehát ilyen szempontból nem ők a főnökök, és nyilván van az, amikor valamilyen fajta biológiai szükséglet van, tehát tényleg pisilni kell. Na most hát nyilván, hogyha egy hosszabb útról van szó, és nem arról, hogy most Ferihegyről be kell érni a parlamenthez, mert ezt higgyétek el, a mindennapokban lehet, hogy egy fél óra vagy 40 perc, ennek a konvojnak maximum szerintem egy 6-8 perces út lesz. Na jó, hát meg van fázva szegény. Aha, tehát nyilván nem órákat kell állni a dugóban, nincs piros lámpa, nem, persze. Tehát, visszatartja, hát most nagyon egyszerűen, tehát pontosan tudja azt, hogy a biztonsági személyzetnek az a legrosszabb, hogyha hirtelen ő közlik, na most akkor itt a sarki McDonald's-ba álljunk meg, és én most itt kipattanok, de egyébként, hogyha ilyen dolog előfordulna, és tényleg valamilyen fajta betegség miatt, tehát ebben az esetben rugalmas azért a biztonsági személyzet, akkor meg fognak állni, lebiztosítják a helyszínt, bemegy pisil egyet, és utána mennek tovább. De ilyen nem szokott előfordulni, mert egyébként úgy vannak a helyszínek összerakva, és ennek is van egy üteme, most furcsa, amit mondok, de tényleg így van, hogy azért távolságok oldaláról nagyon-nagyon ritka az, hogy egy-másfél óránál hosszabb utat tegyen meg egy védett vezető. Meg bírja ki. Hát így van, tehát azért mondom, hogy tehát egyébként kibírja, tehát ezzel nincsen probléma. A testőrök oldaláról, mert hát azért róluk is beszéljünk, ha náluk van ilyen, hát mivel csoportban dolgoznak, ezt meg tudják oldani, tehát a parancsnok le tudja váltani azt, míg valaki az egyik helyszínen elmegy pisil egyet, és utána visszajön a többiekhez, de általában egyébként ez problémás, a testőrök például nagyon-nagyon keveset isznak, tehát alig isznak folyadékot. De a politikus dönt, tehát ő a főnök, tehát olyan nincs, hogy valaki őt fölülbírálja. Még a legközelebb álló ember nyilván sem hozzá. Nyilván figyelembe veszi a biztonsági személyzetnek a kéréseit, de hogyha olyan van, tehát még egyszer mondom például Gorbacsovnál, és ő megállt és egyszerűen kipattant, hát nyilván itt beleőszül egy pillanatra a biztonságája felelős főnök, de meg fogják oldani. Tehát nem, de előtte azért ez végig van egyeztetve, tehát ez egy kicsit ilyen húz meg, erez meg, tehát a két fél egyeztet mindig folyamatosan, aztán nyilván, hogyha van egy olyan helyzet, mert tényleg van egy nagy tömeg, nagyon szimpatikusak, a politikusokról beszélünk, tehát mint olyan látszódik az, hogy rengeteg tévétársaság volt, vagy egyszerűen adja a helyzet magát, és a politikus dönt, akkor nyilván ehhez a biztonsági személyzetnek valamilyen szinten alkalmazkodni. Vagy mint annak idején ifja Bush, ugye meglátott egy szép pillangót, akkor kiugrott az autóból, hogy elkap. Nem volt egyszerű. Ki a legbiztosítottabb személy, vagy ki a legjobban védett ember? Van ilyen, hogy ma a világon a legjobban védett, mint a Putin, vagy az Obama? Tehát kire vigyáznak a legjobban? Jól mondod, tehát leginkább ők, tehát az Egyesült Államok elnöke, az orosz elnök, a pápa, tehát a katolikus egyházfeje, az izraeli miniszterelnök, tehát ez az a kör. Tehát most az, hogy ki a legjobban biztosított, nyilván ebben nem lehet egy ilyen listát összeállítani, ők azok, akik az élbolyban. Van olyan, aki feltűnően sokat imprózik? Tehát akiről tudjátok, vagy tudja a szakma is, hogy ő azért úgy szeret megállni, szeret beszélgetni, szeret odalépni emberekhez, szeret a tömegben egyszer csak váratlan dolgot csinálni, tehát aki kifejezetten ilyen? Hát az én életemben, aki sok őszhajszálat összehozott, az a Dalai Láma volt annak idején, a 90-es évek elején, amikor itt volt. Ő nagyon szeretett annak idején improvizálni, tehát ő húzkodta. Neki nagyon tetszett az, hogy az autóba gombnyomással le lehetett húzni az agatokat, úgyhogy ő szerpenként így nyomkodta. Aztán akkor volt egy olyan szokása, hogy megtréfált az embereket, mert ő szeretett bújócskázni, és azért úgy az embert leveri a víz, amikor belépsz a szobába, és hol a láma, hogy dobozba, vagy egy ládába bent fekszik. Tehát vannak ilyenek, ilyen trükkök, meg ilyen helyzetek, de nyilván azért egy bizonyos idő után, amikor védik az embert, akkor hozzászokik ahhoz, hogy tényleg van egy olyan csapat, akik az ő biztonságára felügyelnek, és az ő munkájukat azért minimum illik segíteni. Figyelj, most hadd kérdezek egy teljesen abszurdat, de tényleg csak azt az a jó. Hogy előfordulhat például, amikor a Dalai Lámát védtétek, hogy néhány testőr lámának öltözött? Nem. Csak azért, hogy azért ott tudjanak lenni feltűnésmentesen, hát ugye kopaszak általában, tehát hogy ez még így bele is fér, felvették a kis kicsit. Nagy az izomzat. Igen, tehát hogy kicsit tagba szakadtabbak. Ki a kakondajás, tudod? És ott áll két-három-négy ilyen 190 magas, 120 kilos. Nagy, nem, ez is egy sztereotípia, amit mondasz, mert
Egyébként a biztonsági csapatok, de nem egy csapatról beszélünk, hanem csapatokról. Tehát az, akit te látsz, általában a védett vezető mellett egy-két olyan ember, és akkor lehetséges, hogy az igaz, hogy egy kicsit nagyobb darab vagy nagyobb termetű. Nyilván azért, mert ő az, aki a saját testével védi egyébként a vezetőt. Tehát egy ilyen golyófogó is egyben? Leginkább az. Tehát mindenki azt hiszi, hogy a testőrök, tehát jön egy támadás, és akkor a testőrök elkezdenek össze-vissza lövöldözni. Most a szakma pontosan tudja, hogy a legfontosabb a menekítés. Tehát, és eközben, hogyha a testőröket eltalálják, ez a szakmával együtt jár. Ilyenkor hova viszik? Tehát van egy lepróbált védett útvonal nyilván, de hogy ilyenkor mondjuk ott marad a parlamentben, azonnal irány a repülőt, és nem kérdeznek semmit, elreptetik az országból. Tehát itt valami félbolond elkezdene egy fegyverrel hadonászni, és a levegőben lőne kettőt, akkor a Merkelt hova viszik ilyenkor? Tehát több ilyen menekülési útvonal van. Nem mindig egyébként az, hogy rögtön kimenekítik az országból. Tehát most gondold el, hogy történik egy betelefonálás, vagy történik valami atrocitás mondjuk a Kossuth téren, és szegény éppen a bevezető mondat után, és egyszer csak leragadják. Kiragadják, és viszik a repülőt. És már repül is el Magyarországról. Tehát ez azért úgy a fantasztikus film kategória. És utána megkérdezik egymást, hogy te hova ment ez a gép? Igen. Föltettük egy vizerburgász járatra, tudod, Törökországban. Igen, tehát ugye ez azért nem így van, tehát általában ahol a helyszín van, tehát az objektum, azon belül is van egy vagy több olyan védett helység, védett szoba, ahova elviszik, és hát nyilván, hogyha kiderül, hogy elmúlt a baj, vagy vakriasztás volt, akkor nyilván a tárgyalásoknak folynia kell tovább. Tehát itt igazán nem a biztosítás a lényeg, és nem a show a lényeg, hanem az, hogy ő tényleg valamilyen fajta szakmai okok miatt idejött, és nyilván a német és a magyar kormány valamilyen dolgokról tárgyal, és ez egy munka. Ezt a munkát kell rengeteg embernek, protokollosoknak, biztonságiaknak, akik az élelmezésért felelősek, mindenkinek biztosítania. És amikor ők dolgoznak, eközben nyilván vannak olyan protokollok, ami egy támadás esetén végrehajtandó. De a legextrémebb az, hogy őt hirtelen elragadják és elviszik az országba. Ha már az élelmezést említetted, van-e előkóstoló, vagy nincs? Hát, tudtam, hogy ez lesz a kérdés. Hát de bármikor érted valami. Illetve, hogy szóljuk, hogy tényleg igaz, hogy négy kézláb mászkával, aki az asztalat feldugja a mutatóját, belenyom, és aztán tovább megy. Van, nyugodtan egyenek, csak minden rendben nagyon finom. Ne, azt még nem kóstoltam be! Igen, és a politikusok azok, akik ilyenkor rácsapnak arra a kézre, aki belenyúl a tányérjúba. Nem, tehát nem így működik, tehát ez az előkóstolós történet. Egyik oldalról igaz, a másik oldalról nem. Tehát, hogy nem úgy történik, mint több száz évvel ezelőtt, hogy van egy apród, aki oda megy, és mint a Merkel előtt megkóstol mindent, majd azt várják, hogy hol tarodja össze. Tehát, hanem vannak olyan hát ilyen gyors tesztek, nem tudom másként mondani, tehát igen, van olyan szervezet, aki figyeli az élelmezést, itt elsősorban az alapanyagokat, tehát az, hogy honnan vásárolnak, milyen alapanyagokat hoztak, ugyan összeállítva a menü egyébként, hogy abban egyszerűen lehessen megtalálni, hogyha valami mérgezésre utaló dolog lenne. Tehát most például mondok valami, nagy valószínűséggel sushi, vagy valamilyen egyéb ilyen japán étel különlegeség nem fog föltűnni az étlapon, tehát az alapanyagokat vizsgálják, mindenből mintákat vesznek, ezeket a mintákat ilyen gyors szkennerek, tehát most ilyen kézi készülékek, most így a hallgatóknak, hogy mondjam, így egyszerűen, tehát ezek tesztelik, hogy érzékelik, tehát ezek ilyen érzékelő berendezések, és hát nyilván ez az előkóstolás, tehát nem arról van szó, hogy ott állnak emberek és bele-bele esznek. Olyan barna, hogy többen kérdezik, hogy van valakinek hasonmása? Tehát, hogy jön egy Al Merkel, igazgatja a parókáját, és például és az a lány, akit ugye ezen a nudista strandon lefotóztak, és vele azonosítottak. 60-as évekből. Igen. Vagy ez elképzelhetetlen, hogy legyen Európában elképzelhetetlen. Egyes afrikai országokban, illetve Ázsiában vannak, és ez elsősorban ilyen diktatúrákban szokás. Tehát például Saddam Hussein kapcsán most már bizonyított tény, hogy neki volt hasonmása. Ez teljesen betegek egyébként, nem? Nyilván az a merélettől való félelem miatt egyszerűen nem mer kiállni, nem? És elküldik a hasonmát. Nyilván, tehát ott azért most szépen fogalmazok, kockázatanalízist végeztek folyamatosan az ottani iraki titkosszolgák, és nyilván tudták, hogy nem szeretik. És olyankor a biztonságiak tudják, hogy ő nem az elnök, hanem a hasonmás? Szóval mindegy, igen, tudod, ez a nem a főnök. Ugorj, dehogy ugrom. Elég lesz a riasztólőszer is, ez a kamu. Természetesen tudják, tehát illetve tudták akkoriban.
Egyébként nem csak az elnöknek, hanem a családtag, tehát ugye neki két fia volt a fiúkhoz kapcsolódóan. De amikor nagy tömegben beszédet mond a Merkel vagy bárki, akkor hogy szűrik ki azt, hogy valaki ott a tömegben egyszer csak ne ragadjon fegyvert? Tehát állnak a testőrök napszemekben, nagyon figyelnek, ott mondjuk 6000 ember kint a téren, nyilván irál is mind a 6000 embert átvizsgálni, hogy azért azt laikusként nézve az egy komoly kockázatot rejt, hogy egyszer csak ott valaki fegyvert ránt. Mégis sokszor tartanak ilyen tereken beszédeket. Ettől nem félnek, hogy ott valaki egyszer csak megőrül? Nyilván van ilyenfajta félelem, de erre megvannak a megfelelő szakmai módszerek. Tehát az, hogy a térre csak úgy betévedjen egy fegyveres. Ha megnézitek egyébként, ha nagyon-nagyon kockázatos dologról van szó, akkor már a térre úgy lehet bejutni, hogy ott valamilyen fajta ruházat ellenőrzés vagy kapukon jutnak keresztül. Aztán nyilván vannak nagy politikai gyűlések, ahol ezt nem lehet megoldani. Nem tudok más mondani nektek, mint azt, hogy ha ebbe a szakmába dolgoznátok, ezt higgyétek el, hogy egy bizonyos idő után lesz egy, nem tudom, 6., 7., 12. érzéketek, és azok a biztonsági emberek, akik ténylegesen így a top vezetők mellett vannak, ki fogják szúrni, ki tudják szúrni azt az embert, aki a közvetlen közelben támadási szándékkal megjelenik. Tehát ez a szakmának, hogy mondjam, a csúcsa, amikor ez a fajta intuitív tudás megjelenik. Figyelj, most kérdezek egy olyan abszurdat, hogy erre tényleg nem vagy felkészülve. Hajrá, figyelek! Hogy amikor például odafigyeltek arra, hogy kik lehetek a potenciális elkövetők, odafigyeltek a politikusokra is? Mármint, hogy a másik persze, azokra a politikusokra, akik mit tudom én, vendégként vagy van ott. Hogy... Tényleg elég abszurd, hogy a török külügyminiszter leszúrja a német kancellárt. Ritkábban ne, történik ilyen. Ha nem is a top vezetőkre kell ilyenkor gondolni, de nyilván az ördög nem alszik. Az is egy rémálom, tehát ilyen is volt, és ilyen is van, amikor több delegáció fut össze, vagy ne adj Isten, mondjuk van egy olyan értekezlet, vagy valami nagy gyűlés, ahol nem baráti országok vezetői futnak össze, és hát olyankor azért a biztonsági személyzetek egymást eléggé furcsán nézik, és hát általában a fogadó ország biztonsági személyzete, meg a másik két ország, akik nem szeretik egymást, biztonsági személyzetét. Vagy méregetik egymást. Igen, mindenki méreget mindenkit, tehát nyilván ennek is megvan a protokollja, és ilyenkor a biztonsági emberek figyelnek azért, ha nem is a top politikusa, tehát az elképzelhetetlen, hogy mondjuk a másik miniszterelnök odalépjen és lekeverjen. Hát, nem is miniszterelnök, de ezt hogy megnéznétek mi? Tehát nyilván, a nem top diplomaták között, tehát például egy nagykövet vagy egy követségi tanácsos, tehát őket azért figyelik. Tarnós István berohan, és a fővárosért! És két vízelteli lufival támad. Az italvás az bonyolultabb? Tehát áll egy testőr tényleg az ajtó előtt, amikor mondjuk már kell, mint amit aludna, akkor be tudjon rontani, és a szegény hálóinges Merkel ott rátörje az ajtót, miközben csak egy krimit néz, és valaki sikít a tévében, akkor tényleg áll valaki az ajtó előtt, mint hogy a filmekben látjuk, és a szegény Merkel azt mondja, hogy egy hálóingben nézi az több mint testőrt, és valaki ott üvölt egyet, beront a testőr, vagy nincs senki az ajtó előtt, vagy a szobában van valaki. Tehát, ez változó. Általában ugye ez nem egy egyszerű szoba, tehát, hanem ezek lakosztályok, és a lakosztálynak, és különösen az ilyen elnöki lakosztályok, most nevezzük így, mindig van egy fogadótere, előtere. A hálószobában nyilvánvalóan nem tartózkodik a biztonsági személyzetből senki sem. De nem néztek az ágy alá? Hát előtte igen, de közben azért azt gondold el, hogy ide kucorodhatnék magam mellé. Tehát nincs, hogy a Merkel még nem alszik, és valami horkolás hall az ágy alól. A szekrényből. És egy német titkos ügynök ott horkol a szekrényben rettenetesen. Vagy valaki lehúzza róla a takarót, egy schuldigung, Frau Merkel. Kicsit hűvös van az ágy alatt. Tehát ott vannak vele, és igazán tehát biztosítják nyilván a helyszínt. Egyébként egy ott alvásos történet nem ez, ami a bonyolultságot hozza. Tehát nem az, hogy valaki álljon az ajtó előtt, vagy valakik álljanak az ajtó előtt, hanem egyáltalán magának a lakosztálynak a kiválasztása, annak az átnézése, annak a mindenfajta poloskátlanítása, akkor nyilvánvalóan megoldani azt, hogy tehát például orosz elnök Putyin, ő minden, tehát a párnától a takaróig mindent hoz magával. Tehát ne, tényleg, ez érdekes, igen, tehát semmit nem bíznak a véletlen, a saját ágyneműt hoznak az orosz elnök? Még ágyat is. Komolyan? Azt, amit ez is gondolná az ember. Igen, tehát azért mondom, hogy ennek az előkészítése nagyon nem mindegy.
az sem, hogy hány éjszakát tölt itt, az sem, hogy mikor érkezik meg, hogyan történik a mozgatása. Tehát ez, ami ma a városban lesz, ez egy egyszerűbbnek. Tehát, hogy mondjam, semmi sem egyszerű, és nyilván az egy egyszerű történet. Alszik, de ez egy egyszerű történet, mert jön és megy. A Putyin jóval egy keményebb dió? Ide jön, és itt alszik, az hosszabb azért, és bonyolultabb. De a Putyin keményebb dió, nem? Tehát ott az oroszok, gondolom, velük való együttműködése lehet túl könnyű, meg ha tényleg ők az utolsó ágyneműt is elhozzák, hát azért az nagyon kemény lehet. Nyilván, hát más-más a terror veszélyeztetettsége egy-egy vezetőnek. Nyilván Merkelt a tavalyi évben, ha jól tudom, tehát ugye az egyik legbefolyásosabb politikus asszonynak választották. Igen, a Time Magazine, igen. Igen, tehát nyilván az is új helyzetet jelentett, hogy most évelején Németországban is lekapcsoltak egy terrorista sejtet. Én azt gondolom, hogy azért ez a védettségében, a biztonsági személyzet odafigyelésében, így a mindennapokban magasabb, felfokozottabb helyzetet jelent. Magyar oldalról egyébként ez nagyon érdekes, és ez 20 éve így működik. Mindenkit úgy vesz a magyar terror elhárítás, illetve a biztonságért felelős rendőri szervek, hogy a legjobb szolgáltatást, most idézőjelben a szolgáltatást kell kapnia, mindenkit úgy vesznek, hogy a legjobb és a legjobb és a legveszélyeztetettebb embernek járó biztosítást kapja. Úgyhogy Merkel egyébként szerintem, tehát ez a szakmai véleményem, ugyanolyan biztosítást kap, mint hogyha itt lenne például az Egyesült Államok elnöke. Ilyenkor hoznak egymásnak ajándékot? Tehát van egy ilyen protokolláris dolog, hogy adnak, azt átnézitek, át kellene nézni, mit tudom én, a Merkel beugrik-e még gyorsan itt a duty free-be, vagy táblatobban hozzá. Hoz egy kis csokoládét és egy kis akácmézet, vagy nem tudom, azt megnézitek, vagy van-e, hogy ő csak előkap valamit a szatyrából, vagy például, ha a magyar miniszterelnök ad valamit, akkor a Merkel biztonsági emberei átnézik, mielőtt a Merkel átveszi, vagy ennyire azért nem szigorú a dolog? Nem nagyon szokott meglepetés lenni. Aha. Tehát pontosan tudják azt, hogy a másik fél mit szeret. Most gondold el, hogyha Angela Merkel mondjuk allergiás a mézre, most mondok valamit, és Orbán Viktor átnyúz neki egy nagy... Sosem mossa le magára, hogy megakadja. Igen, hogy ez direkt most ha megnézitek, például pont így járt, hogy mindenki tudja, a biztonságiak is, illetve a protokollért felelős emberek, hogy Merkel fél a kutyát. Jaj, ez a Putyin asztori, ez nagyon kemény. Tehát amikor a Putyin a Putyin kutyája beszaladt a fogadásra. Hogy nem, persze, tehát nyilván véletlenül. Szegény kancellár azt mondja, hogy úgy lefagyott, mint a nem tudom micsoda, tehát nyilván... De a Putyin is nagy rohadék, ez nem volt más, mint egy erődemonstráció, hogy elment, ugye találkoztak a Merkelről, tényleg mindenki tudja, fél a kutyáktól, és hogy nem, pont a Putyin kutyája 3 méteres fekete dög így betévett a megbeszélésre, tudod, nyilván ott volt a kutya, csak úgy... Örülj, hogy nem medve volt. Vagy oroszlám, vagy miatt tigris. Az nem volt egy szép dolog a Putyinéktől egyébként. Nyilvánvalóan nem volt szép dolog, tehát ezért mondom azt, hogy nem nagyon szokás itt a meglepetés, tehát amikor ilyen ajándékozás van, akkor megkérdezik, hogy mit szeret a másik fél, mert mi hoznánk valamit, és erre gondoltunk, és akkor ez végigmegy a rendszeren, és akkor mindenki természetesen nagyon meglepődik, hogy jaj, de örülök neki, hogy ezt most megkaptam, de egyébként pontosan tudta mindenki, hogy mit kap és mit ad. Mondjuk tehát, udvariasságban biztos, hogy elfogad minden. Tehát, hogyha például megkínálják majd egy marék szotyival, vagy valami. Igen. Ti hogy hívjátok egyébként, az utas, vagy a személy, vagy a nevén nevezitek vagy őket? Tehát amikor a csomag, vagy ugye a filmekben lát az ember egy csomó hülyeséget, nyilván amerikai filmekben, de hogy árulj el egy-két ilyen szakmai titkot, hogy vagy mindenkinek van külön neve, vagy mindenkinek Sajnos ezt nem mondhatom el, mert akkor meg kell, hogy jöjjelek benneteket. Igen. Jaj. Hát ez ilyet nem mondasz, érzi, az áru úton van. Így van. Nem tudom, hogy a sas, vagy a veréb, vagy a madár. Nincs vagy... ilyen, tehát ez általában filmekben szokás. Így egyszerűen azt kell tudni, hogy a kommunikációban van olyan információ, ami abban az időpillanatban, hogy mondjam, már nem is értékes, ahogy kimondott. Tehát, hogy befordultunk jobbra, és már be is fordultatok jobbra. Tehát itt mit tudom én, az, hogy itt számok vannak általában, tehát hogy az egyessel befordultam. Tehát általában nem az a lényeg, hogy milyen állathoz hasonlítod, vagy mennyire ilyen költői képekkel dolgozol, hanem az a lényeg, hogy minél rövidebb és tömörebb legyen a kommunikáció. Tehát az, hogy egyes, vagy utas, vagy vezető, ilyesmi fordulhat csak elő. Nyilván ez a csoporttól függ, tehát ilyen egységes, és akkor előbb, amit mondtam, ezt poénnak szántam, tehát az, hogy egységesen, amikor belépsz a testőrség, és akkor mindent megtanulsz, és akkor a német kancellárnak nem tudom, milyen
a fedőneve, tehát nincs ilyen. A csoportnak van egy ilyen szakmai szleng, vagy egy szakmai anyag, amivel dolgoznak, és ezt mindenki ért, és egységes a kommunikáció. És ezt beszélik a lehető legrövidebben. És ilyenkor egyeztet a magyar, mit tudom én, tek a németekkel, hogy ha lőnek, akkor ki lő vissza? Vagy akkor mindenki lő mindenkire? Hát van ott ez a bániájátok, ez a lőz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 ő
biztonsági emberek, biztonsági főnök jön vele, de hogy akkor kik tüzelnek, vagy mi a sorrend, vagy ki lő kire, ilyen egyeztetés van felkészülve, ilyen vészhelyzetre? Vagy remélhetőleg egymásra nem lőnek, tehát ki lő kire. Az elég. Fegyveres szembe a tető! Hülye azok, mi vagyunk! Igen, a másik oldalon pedig az a tető, pedig szembe velük fegyveres a tető! Szedjétek, ezt szedjétek le! Nem, tehát ez úgy néz ki, hogy nyilván ez sokkal-sokkal hamarabb elkezdődik, ez az egyeztetés, tehát most ez a látogatás, ezt higgyétek el, hogy 2-3 hónappal korábban már a biztonságiak is leültek egymással egyeztetni. Az, ami meghatározza a munkájukat, az, hogy mi a program, tehát hogy milyen szakmai dolgokat akarnak a politikusok végrehajtani, és ehhez alkalmazkodik a biztonság. A biztonság szempontjából van egy ilyen arány, de ezt most ne vegyétek ilyen 100%-osan pontosnak, mert nyilván ez változhat, mondjuk Izraelben, változhat Görögországban. Tehát ugye ezt úgy szokták mondani a szakmában, hogy ez a 80-20, tehát hogy általában, tehát hogyha ide érkezik a német csapat általában biztonsági munkának a 20%-áért felel, tehát ők vigyáznak a kancellárra, tehát az ő személyes dolgait, személyes cuccait például ők hozzák, viszik, és 80%, tehát a technek a munkája, tehát a teljes rendezvénybiztosítás, a szállítás, a rendezvényeknek, a különböző helyszíneknek az előkészítése, biztosítása, és akkor ezt most sorolhatnám. Tehát vannak ilyen peremszámok, úgymond, de ez lehet több, lehet kevesebb, tehát ez így mozog. És hát nyilvánvalóan, ahogy előbb mondtam, az elsődleges az a menekítés. Nyilván, hogyha például az Egyesült Államok elnökénél, meg amikor vigyáztunk rá, tehát például 94-ben ezt kevesen tudják, hát ugye 21 éve volt, amikor az Európai Biztonsági Értekezlet itt volt Budapesten, akkor nem, hogy egy-egy útvonalat zárták le, nem tudom, mennyire emlékeztek, mert fiatalok vagytok. Beszédet mondott a Citadellánál, ez nem az, vagy ő később volt. Igen. Nem, amikor az Európai Biztonsági Értekezlet az 1994-ben volt, akkor egész Budapest le volt zárva, tehát akkor nem volt forgalom az utcákon, akkor itt volt az összes top vezető, tehát Bill Clintontól, tehát az Egyesült Államok elnökétől kezdve az orosz elnökön át, tehát akkor fogadták el azt, hogy Ukrajna például ugye leszereli az atomfegyvereit, és biztosítja a nyugat-európai. Szóval azt gondolom, hogy azért a szakmailag mindenféleképpen egyfajta csúcspont. Hát az egy csúcspont volt, és igen, hát gondoljátok el, hogy akkor hány biztonsági szervezet dolgozott együtt, és pontosan ezért volt akkor szükséges, hogy egész Budapest tulajdonképpen le volt zárva, és ott volt olyan extrém dolog, tehát például én a csapatommal Bill Clinton alatt volt, tehát amikor ő a kongresszusi központban beszédet mondott, akkor alatta egy ilyen szerviz folyoson tőlem, most még tőlem 3-5-8-10 méterre, most már én nem emlékszem, ott voltunk talpig fegyverben, és a mi dolgunk az volt, hogy ha bármilyen támadás éri őt, akkor mi vagyunk az ütköző csoport, ezt így hívják, aki a támadókkal felveszi a harc érintkezést, és a többiek, tehát a közvetlen személyzete, illetve a magyar testőrség menekíti. Na erre gondoltam, hogy le van osztva, hogy ki az, aki felveszi a harcot, és ki az, aki közben menekít. Igen, de erre vonatkozott a kérdés. Balázs, ez extrém helyzet. Meg nyilván, tehát most Merkelre ez nem igaz. Nem, Európai Uniós vezetőkre nem igaz, de mondjuk egy orosz elnökre, vagy az Egyesült Államok elnökére ez lehet igaz. És például az Egyesült Államok elnökének a konvojában van olyan autó, tehát ez nem kis, tehát ne személyautót képzeljétek el, hanem ilyen transporter, tehát egy ilyen egyterű, nagyobb, amiben az ütköző csoport talpig harci díszbe, tehát nagy golyóállomellényekbe, tehát nem öltönyes nyakkendő, tehát ne így képzeljétek el őket, ott ülnek benne, és hát nyilván ők nem szállnak ki, tehát ők, amikor megérkeznek valahol, akkor megáll az autó, és ők ott végig benn vannak a légkondicionálban. Csak ha baj van, akkor ugranak. Ha baj van, akkor akkor viszont minden. Nem tudják felnyitni a minibárt. Például igen. Igaz, ez érdekes. Egy nagyon fontos kérdés. Igen. Hogy Obama testőrsége UFO-kból áll.
Azt a rohadt életben. Ezt meg kell kérdezni. Van egy ilyen videó az interneten, ezt nem videó, biztos, hogy tudod. Igen, megy egy videó, nem tudom, hogy te láttad, de ezt egy UFO nauta egész. Jó, ebben most nem menjünk bele, hát ez egy nyilván, igen. Ez most egy komoly kérdés, érted? Egy ilyen komolytalan témához felillés, és ez egy komoly kérdés. Erre nem tudok válaszolni. Én megmentelek ettől, mit mondanál? A zöld emberkékkel nem találkoztam annak idején, nem biztosítottunk. Jó van, Péter, hát köszönjük szépen, érdekes dolgok ezek, csomó minden nem is tudunk valójában, hogy ez hogy zajlik. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Itt többen kérdezek egy nagyon jó kérdés, és ez lehet a záró akkordja beszélgetés, csak hogyha ennyire bonyolult a szállítás, meg négy autó, meg külön útvonal, miért nem ültetik föl Ferihegyen egy helikopter, és teszik le, most bármilyen vezetőről van szó, a parlament előtt is sétál. Mert most írták ki a tendert. Felszáll, Ferihegyen leszáll a parlament, egy csoka egy perc alatt benn van, nincs forgalmárzálás, fölrepül, felszáll, leszáll, ott van. Ez nem mindig van így, tehát például a városi környezetben, tehát például Budapesten nem biztos, hogy a légiút a biztonságosabb. Aha, hanem, tehát hogy az úton sokkal biztonságosabb. Hát vagy a vonat. Jobb. Mert hogy ugye Balázs felvetettem ugye egy nagyon jó gondolatot, hogy miért nem a legegyszerűbb, a legbiztonságosabb, amivel senkire nem számít. Tehát ott felé egy kettőnél felszállnának a vonatra, bemennének a nyugatiba. Hát erről már beszéltünk, hogy egy Fiat Multiplán utazik a Soroksárén, igen. Igen, szerintem ezek jó ötletek, ezeket ki kell dolgozni. Mindenképpen. Szerintem adjátok át a terrajálhárítási központnak, hát ha használják. Vegyél föl minket. Péter, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek, köszönjük szépen. Szóval, Törényi Péter, biztonságpolitikai szakértővel beszélgettünk, köszönjük szépen. Na, érdekes dolgokat mondott. Kemény világ lehet nagyon. Na, biztos, hogy nagyon, igen. Igen. Jól van, jövünk mindjárt, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, jó? Egy pici szünet, és jövünk mindjárt a Best of-al. 3:40 lesz pontosan 4 perc múlva, egy pici reklám, mi pedig jövünk vissza a reklám után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:40 lesz, egy perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, hazamegyek, eszem egy kis búgonyát. Hallod, de egy jó, hogy akkor búgonyát. Én szerintem eszek valami cukorsat is utána. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Külföldi hallgatóinkat kapcsoltuk adásba, akik elmondták, hogy nekik mi hiányzik igazán, mert hogy egy internetes portál összeszedte, hogy mi hiányzik a magyaroknak külföldön. Fölhívtuk hallgatóinkat többek között Németországban, Dániában, Angliában, és elmondták, hogy nekik hosszú-hosszú évek után mi az, ami hiányzik. Hát leginkább ugye a magyar konyha specialitásairól beszélgettünk. Valami nagyon sok hallgatónk hozzászólt SMS-ben, akik szintén külföldön hallgatnak bennünket, és ők is leírták, hogy mi hiányzik nekik. És ugye a mai napon érkezik hozzánk Angela Merkel, arról beszélgettünk, hogy mennyire nehéz lehet őt biztosítani, egyáltalán mennyi minden nem tudunk erről az igencsak zárt világról, ahol ugye azt látjuk, hogy politikusaink találkoznak például Merkel-el, kezet fognak vele, fotózkodnak, mosolyognak, aztán zárt falak mögött zajlik egy csomó minden. De hogy közben azért ennek van egy protokoláris része, egy diplomáciai része, egy előkészítési része, és hogy mennyi minden nem tudunk erről a világról, nem? Feltettünk egy csomó kérdést, hogy mit nem tudunk. Mint ha nem ilyen tudományos alapon közelítettük volna meg, ugye, az elején. Nem volt nagyon tudományos, mi azokat a kérdéseket tettük fel, ami mindenkiben megfogalmazódik, nem? Így van, hogy mi történik a szárt ajtók mögött, hogy szól-e a regély, körbejár a trombita. Például igen. Na, meghallgatjuk ezeket a pillanatokat most újra. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 6 perc van pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Aztán itt jöttem, mentem, és van olyan része itt a folyosónak, ahol nem szól a rádió, és megőrülök, hogy megállhat pisilni a Merkel, ha csak hát kell neki. Tehát kiderült vége. Igen, beszéltünk ugye Tarányi Péterrel, az nem volt benne a Best of-ban, biztonságpolitikai szakértővel. Elvileg igen, nem szoktak, mert ők tudják, hogy azért ők valóban veszélyben lehetnek, de elvileg ő dönthet arról, hogy ő most itt szeretne megállni. Igen, tehát ha úgy érzi, akkor megállhat. A biztonsági embereknek az a dolga, hogy akkor alkalmazkodjanak az improvizáló kancellárhoz, elnökhöz. De hát nyilván kísérjük, persze, tehát baja nem lehet. Ha látsz esetleg olyan képet Angela Merkelről, ami mostanában készül nálunk, és nagyon össze van rajta szorítva a fogad, az nem a görög helyzet miatt van, lehet. Hanem, hogy nem tudott megállni. Nem tudott megállni, igen. De érdekes, hogy elmondta Péter, hogy ugye mi úgy gondolkozunk, hogy megállni egy piros lámpán, 8 perc alatt bent vannak Ferihegyről, ugye sehol egy piros lámpa, lezárva az egész város, tehát úgy azért elég gyorsan. Mivel, hogy mondtátok, hogy mindenki közlekedjen autó nélkül, hát ma nekem ma 9 perc alatt sikerült. Tényleg? Na, bejöttél autóval? Figyelj, én azt gondoltam, hogy most még reggel lehet,
teljesen üres volt az az útvonal, amelyre jövök. Én az ülőjén szoktam közlekedni. Féltem egy kicsit, hogy itt majd nagy kerülőket kell tenni. Nem. Egyedül itt a parkolás. Mindenkinek. Ezért nem lassítottam. Egyedül a parkolás okoz gondot, mert nem lehet megállni. Annyi, hogy amikor itt megállt, négy rendőrautó állt meg mögötted, mert mindenki le akart kapcsolni, mert jöttél a lezárt ülői úton, vidám a zenét hallgott, és nem néztél bőle a visszapillantatból. Villognak, hogy menjen le, menjen le. De mondtam, hogy itt van a csomagtartó. Igen, tehát egyébként ki akarná őket bántani, erről is beszéltünk, nem? Tehát persze kell a biztosítás, de nem hinném, hogy azért itt az... Bár sose lehet tudni, erre ők meg azt mondják, hogy csak egyszer legyen valaki, persze nyilván. Na jól van, hívjuk a naphallgatóját. Megnéztem egyébként a régenes merényletet, régen nem kapott találatot, nem viszont hárman megsérültek, az egyik golyó a szóvivőjét, egy ügynököt, illetve egy rendőrt is eltalált. Igen, ez ilyen 80-81 környékén. Igen, 81-ben. 3-0-6-4. Akkor ez nem. Felelőtlen. Nem, gyerekek, nincs, továbbra sincs szerencsénk a naphallgatójával, nem baj. Amúgy se 3-0, mert már a Csabi is itt van. Igen. Csabikám, remek zenék? Megint ne az előadókat nézzétek, jó? Mert tudom, hogy ha nem Stinget, vagy Madonnát, vagy Lady Gagát mondok, szóval. akkor van a problémánk. Alesszót és Tovlót hozom nektek. Na jó, de fájó. De még egyszer mondom, nem Tovló és egy Eska. Az előadó a fontos, bár azért Alessót ismerhetjük, egy svéd zenei producer, az elektronikus zenében van nagyon otthon, és hát mi Class FM hallgató, főleg az Under Control című dalból ismerhetjük, mert ahol Kevin Harris-kel és a Hertz-el dolgozott együtt, de az általunk is szeretett One Republic-kal is rendszeresen dolgozik, és összeáll Tovlóval, akit szintén ismerhetünk. Még jó, hogy nem búgonyával. Tovló. Aki szintén egy svéd énekesnő, dalszerző, neki is a Habits című dalát rendszeresen lehet hallani itt a Class FM-en, és ők most ketten hoztak össze egy Heroes We Could Be című slágert, amit én ajánlok a figyelmetekbe, főleg Balázsnak az ő stílusa. Igen? Tovló az én stílusom? Hát inkább az Alesszó. Ja, az Alesszó. Jó, meghallgatjuk, aztán holnap visszatérünk. Akkor mi megúsztuk. Nagyon jó. Jó van. De azért ti is hallgassátok meg, mert szeretitek az igényes jó zenét ti is. Ez igaz. Én buta metálos vagyok. Ez a durva, hogy most nem túlaztál. Milyen jó, hogy nem mi mondtuk. Ebben semmi túlzás nem volt. 3 perc szóval pontosan 9 óra, az már nagyon régen elmúlt, 10 óra. Csabi jön a kívánság műsorral 555-55-00, ha szeretnétek Csabitól dalt kérni, tegyétek meg, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.